Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a keddi eladás sorozatunk keretében. Látszik a kihasználtsága és az idő szempontjából, hogy ilyenkor még szokott egy pár késő ember beesni, de most úgy néz ki, hogy tele van mindenki. Ennek bizonyára az az oka, remélem legalábbis, hogy ugye mindenki tudja, hogy a magyar űrtevékenység szempontjából egy nagyon fontos és sikeres küldetés zajlik ezekben a percekben, így a Rosetta űrszonda. Ezért az október hónapot a Rosetta és a Churyumov Gerasimenko kulcstökösnek szenteltük. Ami talán nem túlzás azt mondani tényleg, hogy rendkívüli fontossággal bír. Szerintem elég régóta nem volt olyan sikeres naprendszerkutató misszió, amelyben ilyen szoros és sokrétű lett volna a magyar közreműködés. Ugye tulajdonképpen nem kevesebbről van szó többek között, mint hogy gyakorlatilag a mai a Philae leszállóegységnek a landolása az több szempontból is kritikusan múlik ugye a magyar közreműködésen, míg nyugodtan be lehet ülni. Hogyha megnézzük röpké kiadványokat, amelyek az elmúlt hónapban jelentek meg, ugye Astronomy, melyiket Sternau-Beltraum, tehát a British Astronomical Association-nek a lapja, akkor látszik, hogy mindenhol ugye a fő sztár, most ez a borzalmas kinézetű üstökös van, ami rettentő szép, vagy rettentő furcsa, tehát ugye sokféleképpen lehet jelenteni. Ebben a hónapban mi is ezzel foglalkozunk. Az első eladás keretében október 7-én a Rosetta leszállóegység autonóm vezetéséről lesz szó, Balázs András és Fányi Péter révén. 14-én magyar tudományos kísérletek a Rosetta leszállóegységén, Apáti István, aki már többször is meglátogatott minket. Október 21-én én próbálok valami olyasmiről beszélni, hogy mitől bizony a Churyumov Gerasimenko üstökös felszínen, amire még én sem tudom a választ, de nagyon érdekes, képeket fogok betíteni. Október 28-án pedig a Churyumov Gerasimenko üstökös aktivitása csillagás szemben úgy mondták, ami az űrszondás megfigyelést kiegészíti. Tárcsöves ismeretekről lesz szó, ezt Csárneci Krisztián fogja előadni. Úgyhogy én akkor át is adnám a szót a mai előadó párosunknak, Balázs Andrásnak és Fányi Péternek. Parancsoljatok, hogyha a világítás az túl sok, majd kitaláljuk, szerintem így egy kicsit ugye jobb. De ha nagyon-nagyon sötéttel, akkor majd leadjuk a világot. És útközben annyit javasolnék, hogy ha nagyon felmelegszik a hangulat, valahogy picit szellőztessünk, hogyha esetleg... Jó, hát én is szeretettel köszöntök mindenkit. Öröm, hogy ezt az őszi előadás sorozatot mi nyithatjuk meg, és külön öröm, hogy ennek tényleg van aktualitása is a említett Rosetta űrszonda kapcsán. Amiről, ahogy elhangzott a címben, főleg a leszállás kérdéséről fogunk beszélni. Pontosabban nem én fogok beszélni majd, hanem András. Magunk csak annyit, hogy kollégák voltunk. András most is ott dolgozik a most éppen Wigner Intézetnek nevezett intézetben, ami valaha KFK-i volt. Én még a valaha KFK-iban dolgoztam, és még éppen én is részt vettem a Rosetta űrszonda leszálló egységének, a számítógépének a programjának a fejlesztésében, azt még én kezdtem el annak idején. De hát én már régóta egész más csinálok, és azóta inkább csak érdeklődőként kísérem a figyelem a dolgokat. Amiről én egy ilyen kisebb bevezetőt tartanék, az tulajdonképpen egy általános kis mese a Rosetta misszióról, amit persze nagyon sok helyen leírtak, és újságokban mindenkit megjelent, tehát lehet, hogy nagyon túl sok újat nem mondok, de miután ez az első előadása ennek a négy részes sorozatnak, ezért, hogy mégis legyen valami, valahova helyezni a dolgokat, gondoltam, hogy azt a pár dolgot, hogy emlékeztetőre mondom, amit viszonylag most már hál' Istennek ismert, és ez főleg az utóbbi heteknek, hónapoknak köszönhető, mióta a Rosetta felébredt a hosszú álmából, és tényleg az üstökösnek a közelébe ért. Ezt a legelső ábrát, csúnyán szóval recirkuláltam, vagyis újra hasznosítottam,
11 évvel ezelőtt tartottam itt egy előadást ugyanerről, előszedtem ezt a régi ábrát, és csak azért mondom, mert amikor arról beszéltem, akkor még annyira hihetetlennek tartott, hogy eltelik ez a röpke, akkor még nem is volt, akkor még csak 8 évre tervezték az utazást, mármint az űrszonda utazását, hogy ez tényleg el fog telni, és tényleg odaér az űrszonda, és még működni fog, és látni fogja az üstököst, hogy ez valószínűtlennek tűnt az egész, de hát hál' Istennek mostanra bekövetkezett. Ez a, hát igen, lesz még egy képpár arról, hogy milyennek képzelték az úgymond művészek, és hogy milyen lett ténylegesen. Igen, hát ez, Isten őriz, hogy ilyen lett volna közelről az üstökös, amikor odajön az űrszonda. Hát a kötelező körök, ez csak nagyon röviden, ugyebár egy óradást az ókori görögökkel kell kezdeni, de hát visszamehetünk még régebben az egyiptomiakra, hogy miért Rosetta. Természetesen azért, mert ahogy a Rosetta kő segített megfejteni a hieroglifáknak az írását, úgy gondolják, hogy egy ilyen üstökösnek a közeli vizsgálata az lesz az a kulcs, amivel a naprendszer kialakulásának, sőt még a bolygórendszer kialakulása előtti időszaknak a rejtélyeihez közelebb jutunk valamennyire. Ugye ez volt az, amit a hieroglifák nyelvén és egy másik újabb egyiptom nyelven is ógörögül volt található felirat, ami kicsit kevésbé ismert, hogy ennek a Rosetta űrszondának az ugyan ismert, hogy lesz egy kisebb egysége, pont azon dolgoztunk, ez a Philae rendet, hogy ezt miért hívják Philae-nek. Ez a név, ha jól tudom, a legutolsó pillanatban adódott, mert nem ez lett volna az eredeti neve a leszálló egységnek. Van egy sziget, vagy talán már épp, hogy nincs is meg, a Nasser tavon Egyiptomban, az Assuani gát építésekor majdnem elárasztották, és ott találták ezt az obeliszket, ami tulajdonképpen hasonló olyan szótárként szolgált az egyiptomírás megfejtéséhez, egy görög és egy görög nyelv és hieroglifák feliratával. Ez az obeliszk is véletlenül Angliában kötött ki, ugyanúgy, ahogy a Rosetta kő, valahol meg lehet ott tekinteni. Hát, hogy mi is ez a misszió? Tényleg nagyon rég hosszú a története, 93-ig nyúlik vissza, akkor találták ki ezt a bizonyos új Horizont, vagy Horizont 2000 programot, amiben benne volt a SOHO űrszonda, máig is működik, már 20 éve, az XMM, a Cluster űrszondák, azok tudtom, amíg azok is működnek, és hát a Rosettát egy ilyen olyan nagy projektnek gondoltak, ami mind tudományosan, mind technológiailag új dolgokat fog hozni, mert ez a kettő dolog mindig együtt jár. Tehát az szép dolog a tudomány, meg a üstökös kutatás, de azért amikor ilyen hatalmas, ilyen milliárd euró mennyiségű pénzt szállnak valamire, akkor azban legalább annyira benne van, hogy itt a technológia demonstrálni lehessen, hogy Európa képes ilyen dolgot megcsinálni, és hát nem csak demonstrálni, hanem ténylegesen ezt meg is kell csinálni, ami az új dolgokat kell kifejleszteni. A konkrét feladat, mint ahogy ez tényleg ismert, egy kis üstökösnek a olyan fajta megközelítése, amilyen korábban még nem volt, és hosszú ideig figyelni. És természetesen hát a leszállás, ami itt a fő téma lesz, az meg a haba tortán a legkockázatosabb dolog. Mennyiségileg tudom, hogy szempontból az mondjuk a kisebb terület, de hát nyilván azt szeretnék, hogyha az nagyon-nagyon sikerülne. És útközben persze találkozott kisbolygókkal, tehát azt elég hosszú időt azért kihasználta. Most a miért üstökösök ezt a részt talán el sem mondom, mert erről úgyis lesz szó még a következő adásokban. Inkább csak azt, hogy amikor egy üstököst vagy egy célpontot kellett találni egy ilyenfajta küldetéshez, akkor mik voltak a szempontok? Hát az egyik az, hogy ne legyen nagyon intenzív, ne legyen túl aktív, ne nagyon löveljen ki, vagy párologjon ki belőle az anyag nagy sebességgel, mert az nyilván a megfigyelést is nehezebbé teszi, és hát károsíthatja a berendezéseket is. Ne is legyen túl nagy tömegű, hogy a leszálláskor mondjuk ne törjön össze a berendezés, vagy ne kelljen külön amiatt még egyéb szerkezeteket is rátenni, hogy a leszállás simábban menjen. Itt majd inkább az lesz a probléma, hogy ne pattanjon vissza, de hát vagy az a gond, tehát sosem teljesen tökéletes a világ. Általában rövid periódus, illetve nem csak át, konkrétan rövid periódus üstökös, tehát nem túl messze menjen a naptól, állandóan meg lehessen figyelni, legyen már hosszú előtörténete a megfigyelésének. Nyilván egy ismeretlen üstököshöz űrszondát indítani nem lett volna túl sok értelme, és túl sok sikerre se kecsegtetett volna. Illetve vannak ilyen szempontok is, hogy például elég jó sebességgel forogjon, ne legyenek hosszúk az éjszakák, mert hogyha igen, és ha le akarunk szállni rá, akkor éppenséggel lemerülhetnek azok a akkumulátorok, amiknek szerencsés esetben tudni kell táplálni a berendezést.
Miben, mik azok a dolgok, amikben ez tényleg új, a korábbi, már korábban is ugye voltak üstökös ilyen megfigyelő missziók, ami ehhez képest tényleg más volt, vagy más, beszéljünk jelen időben. Hát az egyik az, hogy ez nem egy ilyen hirtelen elrepülés volt, mint a korábbiak, amikor egy, tulajdonképpen egy pár óráig tartott egy találkozást egy üstököstől, és készült mondjuk néhány tucat vagy néhány száz felvétel és helyszíni mérés, de ezek egy nap alatt, vagy néhány nap alatt lezajlottak, aztán utána viszontlátásra. Hanem itt, ami az ötlet volt, hogy még egy viszonylag távol a naptól megközelítem az üstököst, és körülötte, mint egy ráülve, vagy pályára állva körülötte, követni mindaddig, ameddig az üstökösnek az aktivitása megnövekszik, kifejlődik az a bizonyos látványos jelenség, amit a üstököst üstökösnek hívunk, tehát kómája, csóvája, keletkezik az anyag, kipáralgás megindul, és egészen a nap közelségig követni. Hát persze nem tudjuk, hogy ez meddig fog tartani, ez a követés, vagy meddig fog működni az űrszonda, de ez volt benne az ötlet, elvileg egy év, tehát mind írják ezt is, azt is, de én úgy legtöbb helyen azt olvastam, hogy körülbelül jövő augusztusig kéne ezt a tervek szerint működtetni, magát a keringést az üstökös körül és a folyamatos megfigyelést. A másik leg az a leszállás, erről majd később, illetve egy technikai érdekesség, hogy miután olyan furcsa pályát kellett, vagy olyan nagyon hosszú pályát, sok keringés, nap körüli keringés, belőle pályát kellett választani, hogy ráadásul messzire is kellett elmenni, hogy az üstökös minél simábban meg lehessen közelíteni, a Jupiter pályáján is túlra. Itt már nagyon kevés a napenergia, és eddig minden korábbi, eddig csak amerikai űrmissziók voltak, amik olyan messzire mentek, ezek ilyen nukleáris fűtőanyagot vittek magukkal, azzal állították elő az energiát, és ez volt az első alkalom, hogy egy irdatlan hosszú, nagyméretű napelemet tettek az űrszondára, hogy még a naptól olyan távolságban is, ahol csak 4% a napenergia a Földnél mértnek, ott is valamilyen szinten működjön. Nem kellett sokat csinálnia, de azért túl kellett élni azt a hideget, és a jelek szerint túlélte. Itt most pár képet bemutatok, hogy mik voltak azok az előzmények korábbi üstökösök. Hát ez a bizonyos héli üstökösnek a magja, ami a legelső közelről látott üstökös volt. Ezen túl sok részlet nem látszik, ez egy irdatlan nagysebességű szemberepülés volt, 70 km per másodperccel. Ez is egy európai űrszonda készítette, a Giotto, de a legelső megközelítést ugye a Vega szonták csinálták, amiknek a kameráját itt látható. Nem? Vagy részben? A Valásán is csinálta. Igen, na. Nem egyedül nyilván, de franciákkal meg másokkal. Ez 86 márciusában volt ez a megközelítés. Aztán volt egy kis szünet időben, majd jött a Borel üstökös, a második, ami már nem volt egy ilyen aktív. Ezt a Deep Space 1 űrszonda készítette ezt a fotót. Kicsit több részlet látszik rajta, bár annyival azért még nem, de ez egy rövidebb periódusú üstökös, tehát viszonylag békésebb körülmények között lehet megfigyelni. Nem is ment tönkretőve az űrszonda, úgy, mint akár a Giotto, akár a Vega szonták az üstökös közelében. Ez pedig a Wild 2. Ezen már még több részlet látszik, előjönnek ezek a kráterek, és ezek olyan szép gömb alakja van, amire azt gondoltam, hogy egy üstökösnek így kell kinézni, egy üstökös magnak így kéne kinéznie. Ezt a Stardust űrszonda csinálta. Ennek az volt az érdekesség, ennek is volt legje, hogy ez valamennyi anyagot vissza is hozott az üstökös közeléből, nem szállt le rá, hanem egy nagyon elmés szerkezettel, különös anyagok felhasználásával begyűjtött néhány ilyen mikronnyi részecskét, és hát jóval egy gram alatt, de valami anyagot tényleg vissza is tudott hozni a Földre, és le is tudta dobni, és azt analizálták valamennyire. És ezt az űrszondát utána még újra is hasznosították egyszer. Ez pedig az a bizonyos Deep Impact űrszondának a felvétele, amikor a Temple egy üstökösbe az egyik fele, az ágyúgolyó része becsapódott. Hát minden bizonyos a mi becsapódásunk nem ilyen lesz, vagy a leszállásunk a Churyumov-Gerasimov üstökösön nem ilyen lesz, mert ez
elég nagy sebességgel történt, és ennek nem kellett túlélni. Itt ugye az volt a cél, hogy egy krátert üssön az üstökös anyagában, és a űrszonda életben maradt érdemi része ezt közben filmre vagy hát fényképekre vette, és a kipárolgó anyagot vizsgálták. Így lehetett viszonylag erőszakos módszerekkel valamennyi ismeretet szerezni arról, hogy mi is lehet egy üstökösnek a felszínén. Ez pedig az eddigi legérdekesebb üstökös mag, ami a Hartley üstökös, amit az újrahasznosított Deep Impact, tehát közben átkeresztelték más névre, űrszonda készített. Hát ez annyiból érdekes, hogy ez már nem olyan szép kő, nem is, hát nevezhetjük krumpli alapnak, de ami érdekes sajta, hogy itt van egy ilyen nyaka, ami teljesen más jellegű, mint a többi két fele. Erősen távoli hasonlóság majd a mostani üstökös, hogy el is így, mint a két félből, két darabból áll, és valami gyanús dolog összeköti őket. Ezek voltak tehát az előzmények az űrtökös szondákról, és ahogy mondtam, ezek elrepülések voltak, ezek nagyon rövid idejű találkozások voltak. Ez a kis paca, a virtelen üstökösnek egy földi fényképe, ő lett volna a kiszemelt áldozat a Rosetta űrszonda számára. Ez egy 1-2 kilométer átmérői, szintén rövid periódusú halvány kis üstökös, ami megfelelt azoknak a kritériumoknak. Ja, ha még talán kifejtettem azt, hogy a pályasík azért lehetőleg, tehát az üstökös pályasík azért nem nagyon kellett, hogy eltérjen a bolygórendszerétől, mert akkor sokkal nehezebb megközelíteni, vagy sokkal több energia kellett volna hozzá. Ennek a kritériumnak ez is megfelelt, csak az volt a baj, hogy a startot el kellett halasztani, mert az a bizonyos Ariane rakéta felrobbant. Már nem az, amivel Rosetta indult volna, hanem az előző, és ezért vizsgálatot kellett elrendelni, és így lecsúszott egy évvel, vagy több mint egy évvel késett a rajt, és ez még ahhoz képest több mint két éves késletetést jelentett, mert az újabban talált üstökös miatt annak már más pályája volt, és ahhoz az csak egy 10 éves repüléssel lehetett aztán megközelíteni. Ő volt az, hát itt van néhány adata, de ami ebből a lényeges, hogy ez kicsit nagyobb méretű, ami némi fejfáját is okozhatott a már megtervezett leszálló egységnek, mert a tömege is akkor nyilván nagyobb, tehát akkor kicsit nagyobb sebességgel fog megérkezni a talajra. 6,5 éves a periódusa, és a föld közel, de a nap közelben 1,3 csillagászati egységre közelíti meg a napot. A naptávolságban pedig a Jupiter pályáján is túlmegy, és ezért kellett az űrszondának is nagyon messzire elmenni, hogy hátulról befogja. Ez egy érdekes, ez már csak érdekesség, de betettem, hogy ahogy Moritz elképzeli, ilyennek gondolták a űrtávcsővel készült, nem mondom, hogy fényképek, mert szerintem ezek ilyen csak fényességméréseken alapulható szimulációk voltak, hogy ilyennek gondolták az üstökösnek a magját, mielőtt még látta volna bárki is. Olyan szép, hát gömb alakú, vagy ez, nem tudom, ez milyen, hogyha felülről nézzük, akkor talán nem annyira gömb, de azért az kiderült, hogy ennek semmi köze a valósághoz. Nyilván azért dolgoztak rajta a kutatók, de túl sok értelme nem volt. Ezek 2003 márciusi ilyen, mondjuk azt, hogy számítás inkább, vagy szimuláció. Néhány mérföldkő, most hát ezeket meg lehet tekinteni. A lényeg az, hogy volt háromszoros föld, háromszor repült el a föld mellett, egyszer a Mars mellett, abból a célból, hogy felgyorsuljon, és minden egyes ilyen bolygó melletti elrepülés egy ilyen hinta manőverként fogható fel, amikor a bolygó sebessége hozzáadódik az űrszondához, így lehet a naprendszer távolabbi pontjait viszonylag kisebb méretű rakétákkal is véges idő alatt elérni. Ez az elég kusza ábra mutatja, hogy milyen, hogy működtek ezek a dolgok. A piros a Mars, a kék a földpályája, a sárga meg az űrszonda, amiből hirtelen fehér lesz. Tehát egyre táguló ilyen ellipsziseken ment, ahogy elrepült a valamelyik bolygó mellett, és a végén már egészen kiment 5 csillagászati egységre is, és hátulról, vagy belülről közelítette meg a üstököst, ahova augusztus 6-án mondjuk azt, hogy akkor érkezett meg, akkor fékezett le annyira, hogy 100 km távolságra a mag körül megállapodott, és utána kezdett el ilyen elég furcsa módon keringeni körülötte. Néhány fotó a hosszú 10 éves útról, a fellövés, vagy bocsánat, nem fellövés, ezt Almári van azt mondta, hogy ezt a szót ne használjuk, hanem a felbocsájtás, vagy az indítás, ami március 2-án történt 2003-ban.
Hát az intézetben, akik ott voltunk, akkor még KFK Jerem részecske és magfizikai kutatóintézet, ott voltunk és néztük az eseményeket az interneten. András meg azt hiszem, akkor kint volt Kölnben, irányító központ, de hát a ottani központban. Ez pedig egy felvétel a Hold a Földegén, búcsúzóul az űrszondáról. Remélem, hogy nem mondok hülyeséget, igen. A Mars melletti elrepülés, nyilván ilyen képen bárki tud csinálni, ha van jó társadalmat, de ez a Rosettával készült. Rosettáról készült, hát elsősorban csak tesztelési célokkal. Ez a számunkra kedvesebb ez a fotó, ez is a Marsnak a felszínét mutatja, de ez nem magáról az űrszondának a tárcsőjével készült, hanem az a leszálló egységnek a kamerájával készült, aminek majd az üstökös felszínéről kell fotókat csinálnia. Tehát ez a fotó, ez volt az első fotó, amit láttam, ami úgy keresztül jött mindazon azokon a gépezeteken, amiken dolgoztunk. Ez itt a napelem természetesen, mert hogy az alá van valahogy felszerelve oldalra ez a szerkezet. A Föld még, ez egy későbbi repülés, egyébként 2009-ben volt talán a legutolsó. Akkor voltak erre ilyen cikkek, hogy meg is lehetett figyelni a Rosettát, bár inkább a déli féltekkel egy pár percig, vagy egy 10-20 percig, aki hát persze nem volt szabad szemes, tehát kisebb távcsővel, és voltak is, Magyarország nem tudok, de voltak, akik látták még az űrszondát utoljára távozóban, mielőtt elrepült a külső naprendszer felé. A Lulétia nevű kisbolygó, ez egy fő sorozatbeli kisbolygó, tehát a Mars és a Jupiter között kering. Két kisbolygó megközelítés volt, és hát ez volt a közelebbi, és ezen már úgy nyilván főként a műszerek tesztelése miatt készült ez a kép, de ez bizonyára tudományos értelemben is értékes felvétel, mert olyan túl sok kisbolygó közel képünk nincsen. Egy újabb csoportkép, ez már január 20-án volt idén, a Természettudományi Múzeumban voltunk jó páran. Ez azután történt már, hogy az űrszondát úgymond hibernálták. A hibernáláson nincsen képünk, vagy képem, ez a se kép, se hang állapota. Ez az, amikor szinte teljesen lekapcsoltak minden műszert, gyakorlatilag csak egy ilyen óra maradt ketyegve a űrszonda felézetén, és olyan bizonyos fűtőelemek, amik arra voltak hivatottak, hogy ne hűljenek ki az elektronikai berendezések teljesen a legtávolabbi szakaszán a pályának, ahol irtózatos hideg uralkodik, és egyébként minden elektronika, számítógép, még tudtam, még a rádió kommunikáció is le volt állítva, és csak erre az órára volt hagyatkozva, hogy ez január 20-án, azt hiszem 10 órakor felébreszte az űrszondát, és akkor hát elég sok mindent kellett csinálni, először felmelegítenie, aztán megkeresni a Földet az antennákkal, aztán szépen fokozatosan bekapcsolni a rádiókat, meg a számítógép, meg megfelelő elemeit, és elküldtem az első jelet. Amit vártunk itt a múzeumban, de nem jött meg, csak amikor már hazaértem, akkor jött a hír, hogy végül is megérkezett, és az űrszonda felé lett. Tehát erre nyilván mindenki örült. Ezek után kezdődött a, nem tudom, mi a jó szó erre magyarul, hát az ilyen átvételi procedúra, amikor a berendezéseket egyenként elkezdték ellenőrizgetni. A leszállóegységet csak később tudtam, az csak valamikor márciusban. Ez a pár fotó, ez, ha jól emlékszem, itt van a fájlével, valamikor március végétől május elejéig mutatja, amikor megtalálta az üstököst a Osiris kamera, tehát a kamerája az űrszondának, ahogy közben közeledik hozzá és elkezdi regetni a gómáját is. Az a gömbhalmaz meg, ha jól emlékszem, ott M107-es gömbhalmaz, ami mellett éppen elmegy. Majd megkezdődött a tényleges megközelítés, amikor már nem csak egy képpontnak látszott az üstökös, hanem valami méretet is öltött. Ez valamikor júliusban készült, ez is, ahogy közeledett hozzá az üstökös maghoz, és akkor jöttek a rémületes ijedelmek, nem tudom messziről mi látszik, hát akkor még lesze volt, hogy úristen, a mag az nem egy olyan szép gömb alakú valami, hanem két bogyóból áll, hogy lehet majd erre leszállni? Hát igen, annak a gravitációs tere sokkal bonyolultabb. Hát ez lesz majd kép, nem kell az újságot mutatnom. Például itt, ez már valamikor
Ez már az augusztus 6-ai lenne? Igen, ez már akkor készült, amikor hivatalosan megérkezett az üstökös köré a Rosetta. A megérkezés azért 100 kilométeres távolságot jelentett, amikor háromszög pályára volt körülötte. Tehát, ami azt jelenti, hogy ugyan keringett, de még olyan távol volt, hogy az üstökös gravitáció nem volt elegendő ahhoz, hogy pályán tartsa, ezért időnként tett egy kanyart, és tehát a hajtóműveire volt szükség, hogy ne távolodjon el tőle, és fokozatosan csökkentették ezt a pályát. Most már 20 kilométernél tart, és most már egy ideje már elég a gravitáció is, tehát most már, ha nem is körpályán, de nagyjából körpályán tudtam, hogy most éppen van a üstökös magja körül. Itt a forgó üstökös látható még kicsit messzebbről, ez július közepén készülhetett, ez a kis animáció. Itt már jól látszott az alakja, ami nem túl sok fantáziával embereket például egy gumikacsára kezdett emlékeztetni, és akkor azt emlegették is, hogy nem így néz ki egy üstökös magja. De ahogy közelebb került hozzá, azért kiderült, hogy nem egészen vannak azért eltérések hozzá képest, de ez már egy közelebbi felvétel, és azt hiszem pont az, ami ezen az újságon van. Jó, túl sok képet nem akarok mutatni, mert hát az maga az üstökös, az majd még terítékre kerül, csak kettőt, hármat, ez a kedvencem, ez a napcsillagászati képe volt valamikor szeptember közepén, nem tudom mennyire látszik itt így messziről, ez olyan, mintha valami Himalája hegyet néznénk így alulról, hát ez csak egy nyilván egy kivágás. Tehát olyan egészen földi hegynek is felfogható. Az más kérdés, hogy ez szinte koron fekete lenne, mert annyira fekete az üstökös anyag, hogy már vannak ott a jégfoltok, bár az sem biztos, hogy ezek azok, de ugye a fény visszaverő képesség az 5-6%-a, ha jól olvastam. De persze egy fekete fél képen azért az nem nagyon derül ki. Ez itt, ez a fehér kereszt, ez pedig már a leszálló hely, amely ilyen több fok, vagy két fázisú procedúra alapján jelöltek ki, ez az elsődleges leszállóhely, ahova majd szeretne, vagy ide tervezik, hogy leszálljon. Nem tudom, hogy ez mennyire alapos vizsgálat előzte meg. Igazából itt a képek felbontása tudomásod szerint ilyen egy méteres volt még ekkor, amikor ezt kijelölték, hogy az elég egy ilyen azzal összemérhető méretű eszköznek a sima leszállásához, azt benne tudja, de hát eltalálni sem lesz az olyan egyszerű, tehát ez nyilván egy elég nagy hiba határral lehet ezt majd. De nem akarom elvenni a kenyeret. Jó, ez az egyik kedvenc képen, főleg a megvilágítás miatt, ez tényleg a drámai, ahogy a kráterek a hosszú árnyékok miatt így láthatóvá válnak. Ez itt a gumikacsa feje, ahogy veszük, és ez pedig az alsó fele, tehát így oldalról, vagy felülről, vagy látunk rá. Ez a fotó pedig azért érdekes, talán látszik így a lámpafényben is, hogy itt már az üstökös tényleg üstökösnek látszik, tehát ez azt hiszem múlt heti, vagy nem sokkal régebbi szeptember végi felvétel, amikor ezek a kiáramló kilövelések, ezek már mutatják azt, hogy az üstökösön megindult ez a bizonyos aktivitás, és hát főleg ott a nyaki részen, ott a keskenyebb részen figyelhető meg. Hát hogy ezek, hogy ebből mit lehet van közelről látni, hát azt arról fogalmunk sincs, de azért távolról szép. Na itt az a bizonyos ábra, amit utaltam, hogy ilyennek képzelték, hogy itt fog repülni a űrszonda alatt az üstökös, meg hát milyen unalmas kis fantáziátlan valami, és ez az ábra ilyen marketinges anyagokban mindenütt feltűnt, és hát hál' Istennek ezt tudjuk ellenőrizni, mert elkészült ennek a tényleges párja, ez az önarckép, hát kicsit ugyan más szögből, ott hátul, vagy ott fent látható az üstökös alulról nézve, itt megint a napelem, ugye az szög ugyanaz, mint a Mars fotónál volt, ez is a leszálló, ez is a leszálló egységnek a kamerájával, a Civa nevű kamerájával készült, vagy Civa, nem tudom, mi a hivatalos kimondása, és hát végül is a számítógéphez is kellett, hogy lehozza a képet. És most már tényleg csak pár fotó, csak azért, hogy itt volt a napelem működés közben, itt pedig még a Kurui űrközpontban.
csak hogy láttam, hogy mekkora. Ez az egyik fele kinyitva, ez ami 14 méter hosszú, ez meg összecsukva. Tehát ha ezt kinyitnák, az űrszondára szerelve az egész az olyan 32 méter lenne az űrszondával együtt a két oldalán. Tehát ez egy irdatlan nagyméretű valami, de hát erre volt szükség. Ez maga az űrszonda, ugye ezt nem tudom, hogy ezt szerintem tületek kaptam ezt a képet, mint ahogy ez biztosan itt. András, a főnökünk Szalai Sándor és Vaksa Attila, is tőlem vett át a szoftvernek a fejlesztését, és azóta is csinálta. Ez maga az űrszonda, még becsomagolva, illetve a majd leszedendő piros ajtók rajta. A műszerekről most akkor nem is beszélnék, és hát pár fotó, de hát ez maga a leszálló egység még összecsomagolva. Ez a leszállásnak a lábai, amik még leszálláshoz szükséges lábak még összecsukott állapotban. Szerintem ezeket a képeket én azért ugrom át, mert ezek úgyis fel fognak bukkanni. Ez végezetül még egy ábrácska arról, hogy elég bonyolult pályákat kell bejárni ahhoz, hogy lehessen ereszkedni az üstökösnek a felszínére. Itt látható, hogy valahol most ezen a 20 kilométeres tehát mind térben is forog a síkja a pályának, mint csökken a mérete, a űrszakos közelsége, és itt még azt írták múlt héten, hogy ez 10 kilométerre is le fog venni, meg esetleg lejjebb is, de most meg azt írják, hogy nem. Mindenki, szóval elég ellentmondó dolgokat olvastam erről. Csak annyi érdekesség, hogy itt, amikor ilyen pályamódosításokat hajtanak végre, itt iszonyatosan kis sebességekről van szó. Tehát itt ilyen néhány méter per másodperces sebessége kering, és amikor pályamódosítást hajtanak végre, akkor néhány centiméter per másodperces sebesség különbségeket kell csak adni neki, ami ilyen pár másodperc vagy fél percre gyújtják be a hajtóműveket, és akkor ilyen egészen picike lökést adnak neki, ezzel lehet korrigálni. Tehát a kis tömeg miatt itt nagyon lassan, tehát ilyen két hét alatt kerül meg az üstököst, azt hiszem ezen a pályán, tehát holott azért közel van hozzá, egy gyalogló ember lényegesen hamarabb megkerülni. Ez már tehát a leszállásnak az előszele, vagy a témája, és hogy mi kell az, hogy a leszállás sikerüljön, meg hogy utána is a dolgok működjenek, azt pedig Balázs András fog elmondani. Főként gondolom technikai szempontból, hiszen mind a ketten mérnökök vagyunk, de az érdekesebb részek, úgy gondolom, most következnek. Átadom a mikrofont. A KFK RMK-ban dolgoztam, Péter már említette korábban. Ma is ugyanakkor dolgozom a KFK RMK-ban, de ma már Wigner, a Fizikai Kutatóintézetnek hívják. Hát valószínű lesz egy pár átfedés, nem valószínű, biztos lesz egy pár átfedés a képek között, majd azokat igyekszem átugrani. Kezdjük az űrhajóval és a lenderrel és az ezek relációjával, hogy néznek ki ezek egymáshoz képest. Itt a baloldali képen egy rendszer integrálást, azt a pillanatot lehet látni, ahol éppen a lendert, ez a lender, itt az egérrel, ha mutatom, az látszik. Ez a lender éppen emelik rá az űrszondára. Gondoltam, ide rajzolok egy gyufaszálat az arányok megértése miatt, de fölösleges itt látni két embert, és ebből nagyjából látszik, hogy miről van szó, illetve hogy viszonyul egymáshoz ez a két rendszer. A jobb oldali felső képen látjuk a sematikus ábráját az űrszondának, tehát egy nagy vázból, egy törzsből áll ezen a részen, az egér mindig elmászik. Ez egy ilyen, és a lendert magát pedig itt látjuk, amint
abban a pozícióban a filével jelölt dolog, a két hatalmas nagy szolárpaneljét az űrszondának, 70 négyzetméter körülbelül ez a kettő így együtt, és az űrszonda tetején, innen nézve a tetején csoportosulnak a műszerek, ugyanis az a pointing irány, az irány, amire az űrszonda majd befordul, többnyire befordul, és az üstökös felé mutat. Hát van egy, különböző antennái vannak az űrszondának, van egy nagy tányér antennája, meg kisebb nyereségű antennák, most mindegy, ebbe a részben most nem mennék bele. Tehát itt látható a lander, amit a Péter is mutatott már, a landernek a képe nagyjából. Ez egy ilyen szögletes szerkezet, az oldalain a szolár panelek, vagy szolár elemek láthatók, amelyek a napenergia begyűjtésére szolgálnak, amikor nem az elemekről működik, tehát batteriről működik a rendszer. A két, illetve három lába kifordított állapotban. Csaknem minden oldala be van fedve szolárpanelekkel, kivéve az alját, amit természetesen értelmetlen lenne bevonni, és a hátulját, ahol a szenzorok meg különböző műszerek vannak. És itt van például a tetején vannak az úgynevezett patch antennák, amelyen keresztül kommunikál a landerre, vagy az üstökösre leszállt lender az orbiteren levő vevő egységgel. Van még egy itt ezen a részen látható egy fúró, amely arra szolgál, hogy valóban befúr a lend az üstökösnek a talajába, abból mintát vesz, azt felhozza, egy karusszelebe beleteszi, azon beforgatja különböző műszereknek, a belső részben levő műszereknek az érzékelői elé, és így analizálják a dolgokat. Az üstökös fogás, vagy talajfogás az úgy történik, Péter is említette, hogy az alacsony gravitáció miatt nem attól kell igazán tartani, hogy itt becsapódik a lender az üstökösbe, és ott összetörik, vagy valami ilyesmi. A talajtérési sebesség ez körülbelül fél méter per szekundumra várható, hanem inkább attól kell tartani, hogy adott esetben visszapattan. Ezért a talajfogás az úgy van elképzelve, hogy miután talajtér, a szenzorok érzékelik a talajtérés pillanatát, és kürt úgynevezett szigony kilövődik bele az üstökös magjába, vagy tehát az üstökös anyagába, és ez a horgony odaszorítja a lendert az üstököshöz elméletileg. Hát ezek az elképzelés. Most itt ebben nem nagyon megyek bele, itt egy listája látható azoknak a műszereknek, amelyek a lenderen lettek implementálva, illetve az emblem lenderen vannak. Lesz nyilván erről szó, a következő előadásban Napáti Pista erről beszélni fog, csak nagyjából egy kis listát, hogy nagyjából miről van itt szó. Körülbelül 10 műszer van, tehát 10 tudományos műszer van a lenderen, és még az egyéb szolgálati rendszerek, amelyek arra szolgálnak, hogy hát egyáltalán technikailag lehetővé váljon a misszió, és sikeres legyen a misszió. Tehát itt van spektrométer, analizátor, gázanalizátorok, kamera, egy panoráma kamera, ez a SIVA nevezetű műszer, ami arra szolgál, hogy ha lelövik az üstökösre, akkor valóban egy panoráma képet készítsen. Akkor van egy descent kamera, ami a leereszkedés alatt készít képeket az üstökösről, és a talajtérés pillanatában is. Akusztikus műszerek, földrengésmérő műszerek, akkor a talaj vizsgáló műszerek, a közvetlen talajközelés egy kicsit mélyebben is, magnetométer, van egy koncert nevű nagyon érdekes műszer, ami arra való, hogy ez tulajdonképpen egy tomográf. A lenderen is van egy műszer, és van egy párja az orbiteren is, és hogyha a lenderen levő műszer befordul abba az állapotban, hogy a lender műszer és az orbiter között van az üstökös, akkor egy rádiótechnikai módszerekkel a belső szerkezetét az üstökösnek felfedhetik. Egy kis összefoglaló, beszéltek már korábban arról, hogy milyen magyar hozzájárulás van ebben a projektben, csak így összefoglalásképpen. Röviden, a Szezámi műszerben van magyar részvétel, a Romap műszerben van magyar műszer
magyar részvétel, ez mind a kettő a Lenderen van. Az RPC, ez egy mérő komplexum, ez az űrszondán van elhelyezve, ott is van magyar részvétel. Az ESS, ez az elektromos szeparációs rendszer, ennek a hardware részét ugyancsak egy magyar kollega segítségével készítették. Fontos a teljes energiaellátó rendszer, az a Műszaki Egyetemen készült itt Budapesten, és hát a CDMS az pedig nálunk a Wigner Kutatóintézetben. Hát erről beszélt a Péter, erről én most már akkor nem beszélek. Ezeket a képeket is mutatta, ezeket is átlépem. Ja, még annyit érdekességképpen itt, hogy az üstökös megközelítés, visszamennék egy pillanatra erre. Itt látható, hogy ebben a fázisban, itt kezdődött el a Deep Space Hibernation, és egy 3-4 év, illetve 2,5 éves fázis, amikor az üstök vagy az űrszondának a pályája lassan belesimult az üstökösnek a pályájába. És csak hogy lássuk, hogy miről volt itt szó, itt sok manővert lépésenként kellett végrehajtani, mert a relatív sebessége ekkor még a kettőnek egymáshoz képest nagy volt, tehát több lépésben, több iterációban le kellett lassítani az űrszondát, hogy felvegye a relatív sebességét az üstökösnek. Itt egy kis táblázat is látható arról, hogy milyen lépésekben történt itt. Például volt itt ebben a fázisban egy 300 méter per szekundumos delta V manőver, egy lassító manőver, aztán egy 263-as, stb. Tehát folyamatosan érték el azt a helyzetet, hogy az üstököst egyáltalán követni tudják. Itt az az ábra látható, hogy milyen lépésekben, illetve milyen pályákon történt ez a megközelítés, tehát itt berepült az üstökösben, akkor az üstökös közelébe, mondjuk 100 kilométerre körülbelül, és akkor ilyen háromszög alakú, piramis alakú pályákon egyre közelebb jött, és próbálta feltérképezni az üstökös közeli környezetet. Nyilván közelébe érve az volt a cél, hogy az üstököst minél inkább feltérképezzék. Hát most a mi szempontunkból elsősorban a formáját, a térbeli alakját meghatározzák, hogy milyen ez a forma, milyennek a forgási paraméterei, hogy rotációja van esetleg nutál vagy precesszális, tehát mindezt meghatározni, és nagyon fontos a tömegét, mert ez teljesen ismeretlen volt eddig, mert a tömeg ismerete nagyon fontos ahhoz, hogy a pálya tervezhető legyen, és a űrszonda pályán tartható legyen, úgy szólva, előre tervezhető legyen. Ez az egyik dolog, a másik nem csak a tömegét kell meghatározni, hanem a tömeg középpontját is, mert a pálya tervezésnél az is egy nagyon fontos szempont. Egészen közel érve az üstököshöz elkezdődött egy úgynevezett mapping fázis, tehát egy ilyen feltérképezési fázis, ahol a felszínét meg a formáját teljes mértékben minél nagyobb felbontással igyekeznek feltérképezni. Hát, ahogy a Péter is említette, ma már 20-30 kilométeres pályáknál tartunk, és lehet, hogy 10 kilométerre is le fognak menni, majd ezt később erre vissza fogok térni a kigőzöléssel, vagy az outgassinggel kapcsolatban, hogy mi az akadálya annak, hogy ez alkalmasin még közelebb menjenek, mert előnyös lenne a leszállás szempontjából, hogyha még közelebb tudnának menni. A mi szempontunkból most érdekel, tehát ez nagy figyelmet, publicitást kapott az úgynevezett landing site mindenféle blogokban, meg egyébben az úgynevezett landing site kiválasztása eleve itt egy nagyon érdekes formáról van szó, mindenkit érdekel, hogy hova lehet egyáltalán leszállni az üstökösön. Egy sematikus ábra látható arról, hogy mi ez a folyamat, miről van itt szó. Hát első közelítésben ugye minél pontosabban meg kell ismerni a háromdimenziós modelljét az üstökösnek, minél jobb, minél tökéletesebb felbontásban. Akkor ezen folyamat kapcsán kiválasztottak első közelítésben 5 szóba jöhető landing site-ot, amelyek elsősorban tudományos szempontból sok érdekességet tartogathatnak. De hát a tudományos szempont nem minden, ugye, arra is szükség van, hogy a feladat technikailag végrehajtható legyen. Ezért technikai szempontok is természetesen itt közrejátszottak a kiválasztásnál, fontos szempont volt. Itt arról van elsősorban szó,
hogy elegendő napteljesítményt, solar power-t kapjanak a solar cellák, hogy a hosszú idejű működése, a több hónapon keresztül való működése is lehetővé váljon. Hát a folyamat végén kiválasztanak aztán két repülés technikailag viszonylag könnyen berepülhető vagy elérhető landing site-ot. Az egyik lesz a Maine, amit hát elsősorban berepülni akarnak, de hogyha esetleg utolsó pillanatban valamiért kiderül, hogy az mégsem repülhető valamilyen oknál fogva, akkor van egy tartalék leszálló hely is, amit aztán elérnek. Hát ezt én is az ESA blokkokról vettem ezeket a képeket, a Péter nagyjából már mutatta. Itt láthatók, hogy ez az excentrikus formája az üstökösnek, és hogy jelenleg hol tartunk, ebben a fázisban van egy mély leszálló pálya, ez a J-vel jelölt pálya, ez körülbelül így néz ki közelről, illetve egy még nagyobb felbontásban erről van szó, és a tartalék az pedig a C-jelő pálya. Az egyik, ugye bár ez a J-jelű pálya az itt van fenn, ennek a kacsának vagy cipőnek a felső szárán, valahol itt, a C-jelű az pedig valahol ezen a részen, körülbelül itt. Na, egy kicsit menjünk most akkor más irányba, kicsit távolabb a Péter által érintett dolgoktól is, és akkor kicsit koncentráljunk magára a lander, a leszálló egység fedélzeti számítógépére. Hát milyen fázisok voltak eddig? Ugye volt a körülbelül 10 évig tartó átrepülési fázis és pályára állító fázis. A igazán értékes, vagy értékes, mit beszélek itt, szóval az igazán érdekfeszítő fázisok igazán most kezdődnek, ez pedig elsősorban a következő lépésként a szeparáció, lerepülés vagy átrepülés az orbiterről, űrszondáról az üstökösre és a landolás. Hát még az előző fázis 10 éven keresztül tartott, egy nagyon hosszú fázis volt, ez az körülbelül egy 3-6 órás fázist jelent mostanában. Már több mint 6 órást, ez korábbi tervezés meg feltételezés eredménye, sok-sok szempont játszik itt közre, hogy mennyi ideig fog azt tartani, még egyáltalán elérhető egy bizonyos hely az üstökösön. Hát a primary landing site-ra a leszállás a mostani tervek szerint körülbelül 7 órát fog igénybe venni, ami elég sok. És egy súlyos kompromisszum eredménye azért, mert a korábbi tervek szerint az volt a cél, hogy minél rövidebb idő alatt le tudjon szállni az üstökösre, azért, mert ebben a landerben két energiaforrás van. Van egy primary battery, egy 1300 wattórás körülbelül, és egy secondary battery, tehát egy közönséges akkumulátor, ami körülbelül 140 wattórás. És a cél az volt, hogyha esetleg a primary elem tönkre megy, akkor a leszállás még a secondary elemmel, tehát a közönséges akkumulátorral is végrehajtható legyen. Hát ez sajnos az idők folyamán ezt a célt fel kellett adni. Amit én magam nagyon sajnálok. Tehát itt látható, hogy milyen energiaforrás áll rendelkezésünkre, és miután leszállt az üstökösre, utána kezdődik az úgynevezett First Comet Science Operations művelet, vagy fázis, ami körülbelül 50 órán keresztül tart. Itt az a cél, hogy minden egyes műszer meg tudjon szólalni, lehetőséget kapjon arra, hogy a feladatát el tudja végezni. Az energiaellátás szempontjából itt ugyanaz a helyzet, mint a leszállás alatt. Miután ez az 50 órás fázis lezajlik, és a primary elem, tehát ez az 1300 wattórás elem kimerül, ami tehát körülbelül 50 órára, az nagyjából 2-2,5 nap, arra elegendő, hogy a landert működtetni tudja, akkor elkezdődik egy Long Term Science Operations nevű fázis, ami attól függően, hogy az orbiter milyen hosszú ideig lesz működőképes, és főleg a lander, ami szempontunkból milyen hosszú ideig lesz működőképes, hát tarthat 4 hónapig, 5 hónapig, 10 hónapig, ez attól függ, majd kiderül. Fontos, hogy ebben a fázisban már nem áll rendelkezésre a nagy kapacitású primary elem, csak a
szolár teljesítmény, tehát a nap teljesítmény, ami igazán nem sok, kb. 10-20 watt, és egy újra tölthető batteri, ami 100 watt óra. Hát akkor egy pár szót mondanék magáról a lenderről, illetve ennek az elektronikájáról és a blokkvázlatáról, hogy itt miről van szó. Mégis a mi szempontunkból elsősorban mi a CDMS, vagyis a fedélzeti számítógép szempontjából vagy szemszögéből tekintjük a dolgokat. Tehát itt látható a blokkvázlat, a központban van ugye a CDMS, körülötte vannak a fedélzeti műszerek, tudományos műszerek, és a jó pár kiszolgáló, fedélzeti kiszolgáló szolgálati egység, kezdve a tápegységgel, a hőmérséklet stabilizáló dolgokat, akkor a leszállás vezérlő egységeket, a lábaknak a kontrolljait, stb. Stb. Ez egy mai szemmel, ez körülbelül a 90-es évek technológiai szintjén lett megtervezve és elkészítve ez a rendszer. Mai szemmel nem igazán gyors, nem tudom ki mennyire tájékozott, ha egy 3 MHz-es processzor van benne, hát ez igazán nem gyors, de hát űr körülmények között ez az akkori technológiai szinten ez volt elérhető, főleg azért, mert ezeknek az alkatrészeknek, amelyek ilyen berendezések vannak, külön tudom én, sugárzás állóknak kell lenni, meg egyébként súlyos követelmények vannak. A rádió kapcsolat sem igazán gyors, 16 kilobit per szekundum, hát ez igazán kevés, de hát ez állt rendelkezésre abban az időben. És hát nagyjából erről van szó. Nem tudom, hogy milyen mélyen mehetek részletekben, vagy milyen mélyen szükséges részletekben menni, hogy itt miről van szó. Alapvető követelmény volt, hogy ez a fedélzeti számítógép lehetőleg hibatoleráns legyen. Magyaron ez feltételezte, vagy szükségesítette, hogy minden egyes eleme tartalékolt legyen, és ez a számítógép önmagában legyen képes arra, hogy saját maga hibáit felismeri, korrigálja, és a működést tovább folytatja, hogyha ilyen hiba előadódik. Ez gyakorlatilag egy közönséges számítógép, innen nézve ugyanolyan elemek vannak benne, mint egy akármilyen számítógépben, ebben vagy ebben, most nem, itt nem megyek bele részletekben, hogy ez miből áll, tehát processzor, háttérmemória, telekommunikációs unitok, interfészek a műszerek felé, stb. Az igazán agymunka az maga a szoftver, tehát annak az elkészítése. A két képen látható, itt a jobb oldali felső képen az a stack, ami a fedélzeti számítógép gyakorlatilag. El is hoztam magamnak itt bemutatni, hogyha valaki később esetleg rá akar nézni, itt vannak a kártyák beletéve. Ez egy fejlesztő példány, kilógó madzagokkal, az űrszondán ott nem így néz ki a dolog. Nem is tudom, hogy ebbe belemenjek-e most ezen a szinten, fedélzeti számítógép. Tehát ez egy hibatoleráns gép, nekem említettem már, hogy annak kell lennie. Két processzor unit van, ezek egymás működését figyelik, valamilyen nagyon egyszerű logika dönt arról, hogy melyik legyen a primary, tehát az, amelyik igazából vezérli. Az átkapcsolásnak simának kell lenni, mindkét DPU, minden processzor unit mindent lát és mindent tud vezérelni, szóval lehetőleg hibatoleránsnak kell lenni, nagyon fontos szempont volt ez. Na most, ennek a leszálló egységnek, tehát a landernek, ennek autonóm módon kell ellátni a feladatát. Ez is egy nagyon fontos követelmény volt. Ugyanis miután lelövik az űrszondáról, előállnak olyan fázisok, amikor egyszerűen nincs kapcsolat az űrszondával. Tehát egy alapvető tervezési peren feltétel volt, hogy ez önmagában is működőképes legyen, önmagában is tudja, hogy mit kell csinálnia, és azt végre is tudja hajtani. Mert az, hogy különösen a korábbi fázisokban, illetve a tervezés fázisában, hogy milyen időpontban, vagy mikor lehet, amikor fut egy mérési szekvencia, mikor lehet kapcsolatot tartani a kontrolláló űrszondával, hát az meghatározhatatlan volt. Tehát úgy kellett tervezni, hogy ez bármire fel tudjon készülni. Ma már kicsit más a helyzet, mert kicsit konzervatívabb a megközelítés, különösen miután ismert az üstökösnek a
ismertek a paraméterei, a forgási paraméterei, tehát miután leszáll az üstökösre, és ha be lehet azonosítani, hogy valójában hol ért talajt az üstökösön, biztos, hogy nem volt fog talajt érni, ahova mutatott az a pont, akkor miután ismert a forgási paraméterei az üstökösnek, pontosan ismert ugye ma már, az űrszondának a pályája is ismert, illetve ismerhető lesz, ez mind előre tervezhető és tervezhető lesz. Tehát pontosan meg kell tudni mondani, hogy mikor lehet kapcsolatot tartani, vagy felvenni a landerrel, az űrszondával. És a tervezés ma már ma már nem annyira merev, mint ahogy ez az elején kinézett, hogy ennek rugalmasnak, vagy nem annyira rugalmas, mint ami ennek lennie kellett volna. Tehát ez volt az egyik alapvető peremfeltétel, a másik pedig az, hogy nagyon kevés a rendelkezésre álló energia, tehát az nem megengedhető, hogy a lander ott legyen az üstökösön, és egy konzervatív megközelítéssel az operátorok, vagy akárkik azt kívánják, hogy ne menjünk bele semmiféle kockázatos dologba, várjuk meg, még kiderítjük, hogy mi történik, hol van, hogy áll a dolog, meg mindenféle peremfeltétel, és akkor majd eldöntjük, hogy mit csináljunk, és felküldjünk parancsokat, hogy azt csinálja meg, amit szeretnénk. Nem. Ez egyszerűen lehetetlen, mert annyira kevés az energia, hogy ennek önállóan lehetőleg minél gyorsabban le kell zavarni azt a tudományos programot, ami a tervekben áll, minden műszer szóhoz tudjon jutni, minden műszer meg tudja csinálni azt, amit tervezett, mert egyszerűen nincs másra lehetőség. Hát itt most én összeírtem három kulcsszót, hogy mik voltak azok a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kellett venni, ezek a vezérmotívumok a tervezés során. Hát az első kulcsszó, hogy a rugalmasság. Tehát az a rendszer maga, illetve a tudományos program mindennek ellenére, annak ellenére is, hogy autonóm módon kell működnie, stb. Lehetőséget adjon arra, hogy az operátor kívülről, hogyha valami nem stimmel, be tudjon avatkozni. Akkor az autonómiáról beszéltem, ugye éppen az előbb kifejtettem, hogy ott miről van szó, hogy önállóan kell tudnia végrehajtani a hibamérési műszer, a szekvenciákat, és a hibatoleranciáról is beszéltem erről, most akkor nem mennék bele művenben még egyszer. Jó, akkor hát hogyan legyen megvalósítva ez a három vezérmotívum, vagy rugalmasság, autonómia és tolerancia? Hát építőkocka elven természetesen. Ugye itt erről van szó, hogy egy tudományos programot, egy elméletileg egy kis laboratóriumban önállóan végre kell hajtatni a leszálló egységben. Hát építőkocka elven építkezik manapság már mindenki. Tehát az első szinten elemi művelet, mérési műveleteket kell definiálni egyedi jellemzőkkel, és a következő szinten ezeket az egyedi műveleti építőkocka elemeket össze kell fogni különböző mérési szekvenciákban, és a legfelsőbb szinten, és akkor előállnak ilyen mindenféle mérési szekvenciák, amelyeket le lehet tárolni a számítógépnek a memóriájában, és a következő szinten pedig lehet válogatott. Van egy készlet mérési szekvenciákból, amelyeket a Földön előzőleg leteszteltek, és ott van egy palotta, azok közül lehet választani, és azokat el lehet indítani az operátorral. Az operátor el tudja indítani őket, de természetesen ez nem elég, fel kell készülni egyéb váratlan eseményekre is. Hát most részletesebben, hogyha egy kicsit belemegyünk, mik azok az elemi műveletek, amelyekről itt szó van ebben a körben, vagy szó lehet. Hát itt arról van szó, hogy egy rövid távon meg kell határozni, hogy mit csináljon a lander, hogyan és meddig csinálja rövid távon, és hogyan tovább. Tehát hogyan folytatódjék a mérési szekvencia tovább. Hát mi jöhet itt szóba, milyen műszereket kell bekapcsolni, milyen konverterről kell működni, több műszer működhet egyszerre, milyen prioritással legyen azoknak a műszereknek, mert itt versenyhelyzet is előállhat. Milyen kvóta rendelődik az egyes műszerekhez, tehát fedélzeti tárhely,
nehogy előforduljon ez, hogy az egyik műszer esetleg, mit tudom én, mint elszabadult ágyú, annyi adatot dönt bele a tárhelybe, hogy a többit kiszorítja és nem jut hozzá. Tehát itt fontos szempontok vannak. Milyen parancsokat kell küldeni az egyes műszereknek ez alatt a elemi mérés során, hogyha váratlan esemény történik, akkor mit kell csinálni, hova kell ugrani, esetleg egy másik, egy ilyen elemi műveletre, vagy egy nagyobb szekvenciára, stb. Tehát ilyen dolgokat meg kell határozni. Azt is, hogy meddig tartson ez az elemi művelet, hogy egy adott időpontig, vagy egy valamilyen esemény bekövetkeztei, és hogy hogyan tovább ebből a műveletből. Aztán vannak a mérési szekvenciák, ugye, amelyek ezekből a műveletekből vannak felépülve. És a legfelsőbb szinten, a top levelen, top szinten, ott is van még egy extra timeline, ami arra való, hogy ezeket az egész számítógépben letárolt elemi szekvenciákat és nagyobb szekvenciákat, amik ott vannak a palettán, a memóriában, azokat kiválogassa és adott időpillanatban végrehajtassa. Hát itt most megint részletkérdésekről van szó, de érdekes dolgok. Van egy úgynevezett párhuzamos timeline, akkor vannak elképzelhető olyan, hogy hogy valamit nem relatív időskálán kell, mert amikor lelövik, akkor az valamikor üstökös tér. Nem lehet tudni pontosan, hogy annyira mikor. Akkor valamilyen események közbe jöhetnek, van egy kiágazás ide, van egy kiágazás oda. Tehát nem lehet előre abszolút pontosan meghatározni, hogy hogy fog lefutni az a timeline, vagy a mérési szekvencia. Viszont elképzelhető olyan helyzet, illetve vannak olyan helyzetek, amikor valamit az abszolút időpont, valamilyen abszolút időpontban kell végrehajtani. Például egy mérési szekvenciát feltétlenül éjszaka kell végrehajtani. Akkor azt nem lehet akármi, azt pontosan parancsolni tudni kell. Vagy például össze kell hangolni a két műszert, amiről említettem az előbb, a koncert, a lenderen levő koncert és az orbiteren levő koncertnek a működését. Hát ezt egymáshoz képest, ezeket össze kell szinkronizálni. Egy következő érdekesség az, hogy ezek egyszerre több műszer is működhet, és a műszerek egymás adataraira is számíthatnak. Na most nem biztos, hogy egy műszer, amikor számít egy másik műszer adatára, az a másik műszer éppen be van kapcsolva. Tehát a fedélzeti számítógépnek megfelelő protokollt kell, vagy lehetőséget kell nyújtani, hogy az egyik műszer, amilyen adatot gyűjtött, azt letárolja magában a fedélzeti számítógép, és amikor az a másik műszer azt betárolja, illetve bekapcsolódik, akkor le tudja hívni azt az adatot, amire szükség van. Tehát itt komplex dolgokról van szó. Különleges vezérlési és szabályozási feladatok. Hát elsősorban említettem a SEPAL, a leszállás és az üstökös való talajfogás vezérlését. A leszállás alatt rengeteg műszer igényli a működést. Ez is egy hosszú vita eredménye volt. Elején a kezdeti fázisban úgy volt, hogy a technikai szempontok mindent felülírnak. Tehát, hogyha a technikai szempontok azt követelik, hogy a leszállás biztonsága megköveteli, hogy kevés műszer legyen bekapcsolva, mert túl nagy a terhelés a fedélzeti számítógépen, esetleg a sok műszer miatt, vagy egyéb szempontok, akármilyen szempontok itt közrejátszanak, akkor a technikai szempontok prioritást élveznek. Ez időközben fel lett rúgva, ez az elv, természetesen minden műszer mérni akar a leszállás alatt, ugyebár, úgyhogy szerintem mára elég kockázatossá vált a dolog. Épp a késhegyén táncol a dolog, tehát mit tudom én, vannak benne a konverterek, a teljesítmény konverterek, ma már annyi műszer van bekapcsolva, hogy fennáll a veszélye, hogy túláram keletkezik, és akkor rövid szárba megy a dolog, akkor ott át kell konfigurálnia magát, szóval ez egy hosszú harc volt nekem is, meg tudom én, de hát egyszerűen vannak érdekek, szóval ez egy komoly dolog. Tehát itt versenyhelyzet van, igazán versenyhelyzet, mert mindenki szeretné természetesen, hogy szóhoz jusson az ő műszere. Na, ez utána kitérő után.
akkor milyen vezérlési, szabályozási feladatok? Számos nem úgynevezett nem intelligens műszert, allrendszert kell vezérelni a fedélzeti számítógépnek. A tudományos műszerek, idézőjelben van nem intelligens. A tudományos műszerek mindegyikben van processzor, meg komoly program, szoftver, tehát azokkal a kapcsolattartás az viszonylag egyszerű. Ott parancsokat kell közvetíteni, adatokat kell begyűjteni, amelyek az jelzik, stb. Tehát az viszonylag jól látható, átlátható és egyszerű. Vannak viszont úgynevezett nem intelligens rendszerek, amelyekben nincs processzor, és hát a feladat itt ezeknek a tekintetében a magára a fedélzeti számítógépre hárul. Tehát a thermal control system, a lábak, a leszállás vezérlő rendszer, akkor ez a fékező rakéta, ami a visszapattanást egyszerűen megakadályozza az üstökösről. Tehát ez is, ezek is a számítógép feladatai közé tartoznak. Akkor egy külön érdekesség, nagyon fontos dolog, az úgynevezett long-term science. Nagyon fontos ez a dolog, mert mondjuk az első 50 órában minden műszer szóhoz jut, és megméri azt, ami az igazán az elsődleges primary feladata. De hát egy üstökös az nem egy kődarab, egy passzív kődarab, ugye annak vannak, Péter beszélt róla, vannak fázisai, egyre közelebb kerül a naphoz, egyre aktívabb, tehát ott zajlik az élet, idézőjelben, ott történik valami, nagyon fontos lenne hosszabb időn keresztül megfigyelni az üstököst, hogy mi történik, és az ott levő műszereket működtetni. Na most ez szép dolog, de az a helyzet, hogy olyan kevés energia van, említettem, távol a naptól, például 3 AU távolságban, ahol a leszállás lesz körülbelül 3 AU-ra, ott körülbelül 10 watt a bejövő szolár teljesítmény. Hát ez nagyon kevés, mert különösen az a fényében, hogy 5 watt maga a szolgálati rendszer, amit elfogyaszt. Hát most hogy lehet a maradék 5 wattból működtetni a műszereket? Sehogy. Ezért van rajta egy akkumulátor, és az történik ugye, hogy valamilyen valószínűséggel fel fog töltődni az az akkumulátor, egy 140 wattórányi vagy 100 wattórányi energia belemegy, és miután ez megtörténik, akkor egy szekvenciát újjön, elindítanak, ami éppen belefér ebbe a 140 wattórában. Tehát itt nagyon súlyos technikai kihívások vannak, mégpedig extrém környezeti működési viszonyok között, mert 3 AU távolságban éjszaka nagyon hideg van, tudom, lemegy mínusz 30-40-50 fokra a lender hőmérséklete. Ez egy dolog, és kis nap teljesítmény van nappal. Lemegy mínusz 40-re, 30 fokra, mit tudom én, nem tudom, majd ki fog derülni. De ahhoz, hogy az akkumulátort egyáltalán el lehessen kezdeni tölteni, 5 fok kell, vagy minimum 0 Celsius fok. Tehát, hogyha reggel feljön a nap, akkor fel kell melegíteni az akkumulátort 5 fokra. Addig nem is lehet tölteni. Na most attól függően, hogy milyen lesz a szolár, vagy a nappálya és az a solar power profile, hát lehet, hogy el se jutunk odáig, hogy felmelegszik az akkumulátor addig, hogy tölthessük. Tehát távol a naptól lehet, hogy lesz egy hosszú fázis, amikor egyáltalán nem is lesz rá lemény, hogy működtetni tudjuk a lendert. Közelebb érve a naphoz természetesen nő a solar power, tehát ez ugye érthető, akkor esetleg javul, illetve valószínű, hogy javul a helyzet, de hát itt is kockázat van. Ki tudja, hogy milyen állapotban lesznek addigra, egy hónap múlva, másfél hónap múlva a szolárpanelek. Por rakódik rá, akármi rakódik rá, elsötétül, elhalványul. Hát csak jelzem, hogy sok-sok kockázat van ebben a projektben. És jó, akkor most... Tehát itt említettem a fő nehézségeket, most tovább ez nem ragozném, ezt is túllépném. Nem azért, hogy konkuráljunk az ízával, vagy konkuráljak az ízával, hanem egyszerűen azért, hogy tisztában lássunk. Én készítettem egy valamilyen túlt, egy ilyen szoftver túlt, ami arra való, hogy
két dolgot tudjon szimulálni. Egyrészt ezeket a fly dinamikai dolgokat a leszállással kapcsolatban, tehát a pályákat, űrszondának a pályáit, a pályatartás lehetőségeit, mik vannak, milyen tényezők játszanak itt szerepet, milyen nehézségek, illetve kritikus dolgok vannak. Ez volt az egyik szempont, nem is ez volt a fő szempont, ez csak egy játék volt a részemről. De a másik szempont, ami mondjuk már lényegesebb, pedig az, hogy miután ez a túl arra is alkalmas legyen, hogy miután leért a lőstökösre a lander, és hosszasan beszéltem előbb a long term science-ről, a szemidei science operation-ről, meg a problémákról, hogy az energiát összegyűjtsük, és technikailag lehetővé váljon a dolog, hogy miután leszállt, meg lehessen állapítani, hogy hogy néz ki a nappálya. Hát ugye az érzékelhető, könnyen és látható volt a képeken, hogy itt nem egy villanybúrára kell leszállni, hanem egy erősen szabdalt üstökösre, felszínileg erősen szabdalt üstökösre, és egy barátságtalan környezetben, ott van atmoszféra, meg ez nem egy kődarab, nem egy aszteroida, ott van atmoszféra, ott van időjárás, ott van barátságtalan időjárás, gáz, meg por, meg minden, tehát a legrosszabb, amit el tud, alkalmasint az, amit az el tud, ember el tud képzelni ilyen szempontból. Tehát, hogy meghatároz, a túlnak a célja az volt, hogy meghatározzuk, hogy milyen a nappálya, amilyen helyzetbe éppen kerül. Láttuk, hogy hogy néz ki a lender, nem minden oldalán van szolárpanel, de vannak szolárpanelek a legtöbb oldalán, és azokból az adatokból, hogy milyen a begyűjtött teljesítmény az egyes szolárpaneleken ezen, meg ezen, meg ezen, meg ezen, azokból vissza lehet rekonstruálni, hogy milyen a nappálya, ugye? Hát olyan, mint a napóra. Hát egyszerűen vissza lehet egyszerűen csak rekonstruálni megfelelő matematikai módszerekkel. És akkor lehet látni, hogy hogy néz ki a solar power profile, ugye? És akkor, ha ezt látjuk, akkor meg tudjuk mondani, hogy milyen a teljesítmény, meg tudjuk mondani, hogy most itt van az üstökös, két hónap múlva ott lesz, tehát itt évszaki változások is vannak, ugyebár, mert éppen nagyon erős évszaki változások vannak, mert éppen, tudom, hogy itt van a nap, ebből a helyzetből bejön augusztusig ebbe a pozícióba, tehát... És meg lehet mondani, hogy milyen szól, és meg lehet ez alapján jósolni, hogyha visszarekonstruáljuk a nappáját, hogy milyen esély van arra, hogy egyáltalán megszólítható a lender. Tehát, mit tudom én, körülbelül mikor várható az, hogy az akkumulátorban annyi energia van, hogy megszólíthatjuk a lendert. Tehát ezt a célt szolgálja ez a túl. És kicsit belemegyek, nem túl nagyon sokat, a pályaszámítások. Semmi ördögbőség nincs ezekben a pályaszámításokban. Most nem akarok ellentmondani, József Attilának nem akarok ellentmondani, de ez tényleg Holger Altan szintjén meg lehet oldani, középiskolás szinten. Egyszerűen csak arról van szó, ez középiskolás fizika egyszerűen. Itt van egy test valahol az űrben, ennek van egy sebesség vektora, ekkora, ebben a pozícióban van, és hat rá egy erő, mert ott van egy üstökös, és ez olyan irányba húzza. Hogyha ezt tudjuk, akkor minden középiskolás ki tudja számolni, hogy egy adott időpillanatban itt van, akkor egy T plusz egy szekundum múlva meg hol lesz, ugyebár? Ezt minden középiskolás ki tudja számolni. És így lépésenként ezt az egészet ki lehet számolni, és akkor előadódik a pálya. Komolyan, ebben semmi extra dolog nincs, tehát hat rá ez az elő, gravitációs erő. Nem is mennék a részletekbe bele a továbbiakban, innen nézve nagyon egyszerű. Tehát ezt lehet számolni előre, úgyhogy most az ember elindul innen, hogy itt van, és akkor a következő lépésben hol lesz, és akkor ebből kiadódik egy pálya. Amit ott az ISA-ban, meg a Landing Site Selection-nél a pálya meghatározásoknál csináltak, az biztos, hogy nem ez volt. Ennek a fordítottja volt.
mert itt lehet próbálkozni, hogy itt van, ott van, oda szeretnék leszállni, az ott forog alattam azt az üstökös, hát akkor hova tegyem most azt az űrszondát, hogy pont odaérjek, amikor ennyi idő alatt nem tudom én, mikor érek oda, és akkor az pont ott legyen az, ahova oda le akarok szállni. Tehát ez így körülményes, nagyon körülményes. Biztos nem ezt csinálták, hanem fordítva csinálták. Azt mondták, hogy ebben az időpontban ráálltak valamivel, egy egérrel, vagy nyilván nem egérrel, hanem rámutattak erre a pontra, hogy ide akarok leszállni. Ugye? És akkor tudták, hogy az abban az időpontban ott lesz. És onnan abból indultak vissza, hogy a becsapódásnak a sebességét meghatározták, meg a becsapódás vektorát, erre is vannak előírások, meg megkötések, hogy az mekkora lehet, és hogyha ezt ismerik, akkor elkezdik visszafele számolni. Hogyha most itt van, akkor egy előző időpillanatban hol kellett lennie. És akkor így visszafelé kiadódik a pálya, ugye? A landernek a leszállási pályája, és valahol, amikor elég távol kerültek az üstököstől, ami, mert nem lehet megközelíteni az űrszondával az üstökös nagyon, mert annak is vannak kockázatai, nehogy már hozzáütközön vagy belecsapódjon. Ha már előbb távol kerültek ezen a pályán, akkor azt mondták, hogy na, itt legyen a szeparáció. Akkor megnézték, hogy ahhoz milyen attitűd vagy orbiter orientáció tartozik, majd arról is beszélek később egy picit. És megnézték, hogy ez elfogadható-e, mert mit tudom én, az nem állhat úgy az orbiter abban a fázisban, mert akkor a szorálpanelek éppen belenéznek a napba, vagy valamilyen más műszer belenéz a napba, vagy szenzor, és akkor az nagyon érzékeny, meg tönkre megy. Tudom én, sok minden szempont lehet így. És akkor megmondták, hogy ha ide akarok leszállni, az egyáltalán kivitelezhető-e. Mert elvileg bárhova le lehet szállni, csak a sok megkötésnek nem minden felel meg, tehát nem minden leszállóhely. És akkor így előadódott egy lista javasolt leszállóhelyekkel, stb. Ez az egyik. Tehát maga a pályaszámítás az nagyon egyszerű, középiskola szinte meg lehet oldani. Milyen zavaró tényezők vannak itt? Hát beszéltünk róla, a kigőzölés. Hát itt vízről van szó elsősorban, de széndioxidról is, szénmonoxidról is, gázról. Ugyebár? És az a helyzet, hogyha nem lenne ilyen kigőzölés, itt az a feladat, hogy egy pályát előre meghatározhatóan meg lehessen határozni, és az orbitert stabilan azon a pályán lehessen tartani. Különösen a leszállásnál, mert nagyon nem mindegy, hogy melyik pillanatban lövik le a landert, mert ha egy kicsit késnek, akkor tök más pályát fut le, tök más hova száll le. Tehát itt nagyon pontosan kell dolgozni. Ha nem volna ilyen kigőzölés, vagy kigőzölás, csetek, meg nem tudom én micsoda, akkor egyszerű lenne a pályatartás, de nincs. Tehát magyarul itt arról van szó, hogy esik az eső, fúj a szél, erősen. Ugyebár? És ennek az űrszondának ilyen hatalmas nagy szolár paneljei vannak, hogyha éppen így állnak a paneljei, akkor lehet, hogy így, akkor nincs olyan nagy probléma, de ha így állnak, akkor hát minden gyalogos tudja ezt, hogyha erős szélbe közlekedik, autósnak még erős szél se kell, csak egyszerűen rá kell lépni a gázpedálra. De az van, hogy erő hat, nem csak a gravitációs erő hat arra az űrszondára, a mozgó űrszondára, meg a landerre, hanem ez a szél is. Ugyebár. És akkor ez eltorzítja a pályát, ahelyett, hogy kapna az ember egy zárt ilyen ellipszis vagy kör alakú pályát, egy ilyen szétfolyó akármit kap. Ugye? És ennek az a következménye, hogy a pályát folyamatosan figyelni kell, hogy hol van az űrszonda, és folyamatosan korrigálni kell a pályát. Nincs más megoldás. Egy lehetőség van, egy könnyítés, hogy el tudjuk képzelni, hogy itt van az üstökös, és itt van nap. A kigőzölés az ugye a nap, a megvilágításnak a következménye. Nyilván itt a nap oldali részen erős a kigőzölés, meg itt a nagyobb a pára. És valószínűleg, de ha bár ez sem biztos, de viszonylag esetleg jól modellezhető ez a kigőzölés a térben, valamilyen egy ilyen, nem körszimmetrikus, de egy ilyen kúbszerűen szimmetrikussal dologgal. Tehát mondjuk ebben a síkban valószínű,
Tehát, hogyha itt az nap, és itt az üstökös, akkor ebben a síkban valószínű, hogyha az egben a síkban kerül az orbiter, akkor szimmetria uralkodik. Tehát nem az van, hogy erős szél fúj innen, vagy erős szél fúj onnan, lehet, hogy fúj valamilyen szél, de az szimmetrikus, és az nem téríti el az űrszondát egy adott stabil pályáról. Ezt hívják terminátor orbitnak. És az űrszonda, illetve az űrszonda tervezői mindig igyekeznek ott tartani, vagy visszatalálni abba a pozícióba, hogy a terminál orbiton legyenek, mert ott jól prediktálható, tervezhető, és jól kézben tartható a keringés. Jó? Jó, hát itt most megint nem megyek bele megint annyira a részletekben, ebben a túlban vagy egy ilyen egyszerűsített gázmodell, ez is középiskolás matematika, tulajdonképpen egy erő, hogyha gázban való, hogyha valaki egy valamilyen gázban mozog, vagy esetleg még folyadékban is, akkor az az erő ugye arányos lesz azzal, hogy mekkora felületről van szó, milyen sűrű az a gáz vagy folyadék, mekkora a sebességkülönbség a kettő között, stb. Ez viszonylag egyszerű dolog. A kérdés az, hogy az ember, hogyha felírja ezeket az egyenleteket és elkészíti a térbeli modellt, hogy tudja-e, hogy kalibrálja, és tudja-e egyáltalán kalibrálni. Na most érdekességként elmondom itten, hogy egy körülbelül másfél évvel ezelőtt nagyon magasan álltak a kedélyek, mert felajzottak a kedélyek, mert az ISA felkért egy kutatócsoport, egy pár kutatót, hogy próbálják elkészíteni a Churyumov-Gerasimenko üstökösre a gázmodellt. Hogy mégis mire számítsunk, miről lehet itt szó. És ez a pár kollega készített egy modell, tanulmány, meg minden nagyon szép matematikai módszerekkel, láttam egy pár ilyen publikációt, levezettek mindent gyönyörűen elméletben, és nagyon meggyőző volt, és a végén odaírták, hogy ez mind nagyon szép, de fogalmuk sincs, hogy mi lesz a Churyumov-Gerasimenkónál. Lehet, hogy ami neki kijött eredmény, mert volt neki, kijött egy eredmény a végén, lehet, hogy ennek a tized része, vagy század része, de az is lehet, hogy a tízszerese, vagy a százszorosa a kigőzölés. És de ezt komolyan és nagyon őszintén meg is mondták, hogy sajnos a modellek alapján nem tudják. Minden esetre annyit lehet tudni, hogy két dologról van itt szó. Van a gáz, a gázolás, ugye, aminél, hogyha felállítjuk ezt a hogy mekkora az az erő, ami a kigőzölés miatt hat rá, és a gravitációs erőt, az körülbelül 10^-4, hogyha csak gázzal számolunk. De itt nem csak gáz van, hanem por is van. És ez a keverék, ez a koktél, gáz meg a pornak a koktélja, ez igazán komoly dolog, meg erős hatásúsal lehet az is, vagy a pályákra, tehát az orbiternek a pályájára, meg a landernek is a leszállási pályájára. És itt a feltételezések szerintem ma már jobb a helyzet, de azért még ma is óvatosak. Tehát az jött ki, hogy a két erő, a gravitációs erőviszonya, meg ez a drag gáz nyomó erőviszonya, körülbelül 0,08, hát ez körülbelül 10%. Hát ez azért komoly. Hát, mert az ember, hogyha csak a gravitációval számolna, akkor tudna konkrétan pontosan, nagyon pontosan számolni. De hát, hogy most ez még hozzájön 10% erő, ami vagy innen fúj, vagy onnan fúj, vagy amonnan kiszámíthatatlanul, hát ez sok, az komoly dolog. Valamelyest utána lehiddagadtak a kedélyek, tehát volt olyan félelem, hogy jaj Istenem, mi lesz itt, nem tudunk várni novemberig, már márciusban le kell lőni a lendert, márciusban hol lesz még a lender? Hát 4,5 aura, vagy 5 aurora, 5 aura, nulla szolár energia lesz, nem lesz semmi, meg ilyenek. Tehát teljesen vad elképzelések kovályogtak az űrben, úgy szólván, meg a különböző fórumokon, meetingeken.
hát ez is egy érdekes időszak volt, de úgy látszik, most már lemernek menni. 20 kilométerre lementek legutóbb, talán 10 kilométerre is. Hát én régen benne vagyok ebben a projektben. Mit tudom én, 10 évvel ezelőtt, amikor az első procedúrákat terveztük a leszállási fázisra, tehát a fedélzeti számítógépre, hogy milyen műszerek, meg egyébek, akkor fél órás leszállási idővel számoltunk akkor, fél órás, optimumként, hát ma ez 7 óra, ugyebár. És azzal számoltunk, hogy lehet, hogy még az üstökös középpontjától, lehet, hogy még 5 kilométerre is le tudunk menni, sőt, mi nagyon reméljük, hogy még közelebb, mint 5 kilométer le tudunk menni. Tehát az 5 kilométer, az mit tudom én, 2 kilométer a magjától 5, vagy a tömegközéppontjától 5, az mondjuk a felszínétől, mit tudom, 2 kilométer. Hát ma már ilyen szóba se jöhet, tehát abszolút nem vállalnak ilyen kockázatot. Tehát ez az egyik zavaró faktor, ez a kigőzölés. A másik zavaró faktor pedig a gravitációs anomáliák. Hát ugye ránézünk erre az üstökösre, hát ez abszolút nem gömb alakú, szóval egy kicsit teljesen más, mint gömb. Na most az a probléma, hogyha valami egy égitest abszolút gömb alakú, vagy egy ilyen objektum, akkor nagyon könnyű számolni a pályát, egyszerűen egy koordinátarendszert az ember behelyez annak a objektumnak a tömegközéppontjában, és onnan kezdve nagyon könnyű számolni a pályát. Bárhol van egy másik tárgy, mindig ugyanazt látja tömeg szempontjából. Tehát itt most nem arról van szó. Hát itt azt lehet csinálni, tehát nem elég, hogy itt a kigőzölés, meg forog ez a nyavaja ott alattunk, oda le kell szállni, lehet, hogy ki is fordulalunk, nem odaérünk le, meg mit nem is sok csomó szempont van. Ráadásul még az is belejön, hogy mivel ez forog, ugye, tehát ezt úgy lehet felfogni alkalmasint, tudom én, matematikusoknál, meg fizikusoknál, hogy nem egy üstökös van, hanem egy csomó apró kis üstökösök egymáshoz ragasztva, amelyeknek mindegyiknek van külön-külön gravitációs centruma. És akkor ez is vonza, amaz is vonza, ez ide vonza, amaz meg oda vonza, ráadásul ez az egész forog, meg mit tudom én, micsoda. A nyilvánvaló távol ettől az objektumtól ennek ez a hatás nem túl erős, de közel érve erős lehet, ugye már? És hát ezzel is számolni kell. Ennek az a következménye, hogy a pálya az torzul, vagy torzulhat. Tehát, hogyha nincs ilyen, akkor minden pálya a síkbelé lesz. Tehát, hogyha innen kilőnek egy ilyen sebességgel valamit, akkor az egy síkban fog mozogni. De hát, hogyha ott van egy forgó gravitációs tér, akkor közel, ahol ez a hatás jelös, a pálya térbelivé válik. Tehát deformálódik. És időben is összetolódhatnak a dolgok. Egy helyen lelassul, máshol felgyorsul, stb. Hát ez nem tudom, talán nem annyira jelentős ez a hatás, de hát ezzel is számolni kell. Egy következő szempont, fontos szempont, hogy ez a lander leszálló egység, meg az egész szenárió, hogy ez el lett képzelve, hát nem teljesen minden szempontból abszolút high-tech. Itt arról van szó, hogy nincs aktív leszálló egység, meg leszállás vezérlő egység, amelyik be tudna avatkozni, hogyha valami félremegy, vagy mit tudom én, a lendernek az orientációja kicsit megváltozik, vagy nem oda tart, ami a cél, hanem máshova tart. Tehát, hogy valahogy aktívan be tudna avatkozni, nincs ilyen. Ez egy teljesen passzív rendszer. Ebből az következik, hogy ez egy egyszerű vektor algebráról van szó, hogyha itt ránézünk erre, itt jön vagy a űrszonda ezen a pályán, van egy relatív sebessége, kicsi relatív sebessége, lelöki magáról ezt a lendert valamilyen sebességgel, v-ecsek, és ennek a két sebesség vektornak az eredője ki fog adni egy pillanatnyi sebességet a szeparáció pillanatában. Ez, visszatérve az előbb a pályaszámításokon, a középiskolásokon, ebben a pillanatban lehet tudni a sebességvektort, a pozícióját, tehát ezen túl minden számolható, a pálya is, hogy fog leérni. Ugyebár? És akkor tart az üstökös középpontja felé, mert az húzza maga felé, és ebből kiadódik valamilyen, hát vagy egyenes, vagy ívelt pálya, vagy nem tudom én micsoda.
Na most az a probléma, hogyha le akarsz állni egy helyre, ami mondjuk így áll, akkor a szeparációnál a lent vagy az orbiternek az attitűdjének, tehát az orientációnak olyannak kell lenni, ami erre az orientációjú helyre, ha oda le akarsz állni, pont alkalmas. Mert leszállás alatt ez egy eldobott kő. Ez repül, mint a balta. Ez egy ilyen teljesen passzív dolog. Van benne egy lentkerék, ami arra szolgál, hogy az impulzus momentum vektorát, tehát az orientációját, attitűdjét, azt a térben stabilizálja. Tehát az ugyanabban a pozícióban, állásban fog lefelé repülni. Ugyebár? Tehát olyannak kell lennie, hogy a lábaival pont odaérjen. Ha ez itt forog, kicsit lassabban megy, és akkor már így néz ki, akkor már ide fog érni, az nem lesz jó. Meg sok minden, tehát itt nagyon pontosan mindennek össze kell jönnie, hogy jó helyre szálljon le. Itt csináltam is néhány kis összefoglaló ábrát, hogy milyen bakit lehet elcsinálni ezzel kapcsolatban. Tehát mondjuk az első bal oldalon az látszik, hogy az orrára esik, nem a lábaira. Hát mert egyszer, picit később lökték le, vagy van egy mit tudom én, térszektor valahol a pályán, ahol van egy jet miatt van egy olyan sűrű gázfelő, amivel nem is számoltak, hogy ott van, és akkor az orrára esik. A másik lehetőség az, hogy rossz időpontban lövik le, és el se találja az üstököst, elszáll mellette. A harmadik lehetőség, ami igazán fatális lenne, hogy annyira olyan rossz manővert adnak, ami reméljük nem lesz, olyan, miután megközelíti nagyon az üstököst, olyan fatális a rossz manővert adnak, hogy az űrszonda egyszerűen belelepül az üstökösre, előtte viszont kilövi magából a lendert, az meg üstökös körüli pályára tér, szóval. Szóval ilyen dolgok. Jó, most akkor ezek a kollégák dolgoztak rajta, itt van köztük a Spányi Péter is, tényleg, aki tényleg velünk dolgozott, ő írta a kernelét, tehát a multitaskos operációs rendszerét a fedélzeti számítógépnek, amire támaszkodtunk, és igazán jó dolog volt. Na most még amit mutatni szeretnék, szeretnék mutatni egy videót, egy rövid videót. Ebben a videóban az látható, hogy talán voltak kivonatos képek erről a videóról. Itt talán a Péter mutatta, de biztosan én is mutattam. Ez valamikor körülbelül másfél hónappal ezelőtt keletkezett, és láthatjuk, hogy az üstökös, tehát az orbiternek a kamerája, pointinggal, pontosan rámutat, pontosan idézőjelben rámutat az üstökös egy pontjára, és felvételeket készít, és az üstökös forgásával így rekonstruálható elvileg, ugyebár, hogyha sorozatban, ez egy time-lapse, sorozatban egymás után készíti a felvételeket. A videón azt fogjuk látni, hogy tényleg forog az üstökös, de a felvételek vagy a kép valahogy kimegy a látómezőből. És ez mit bevallotta az Íza, bevallotta időzéjelbe, tehát tudata velünk, hogy ez nem azért van, mert ez így volt tervezve, hanem azért van, mert valamilyen hibát csináltak, valamilyen navigációs hibát csináltak. Tehát a cél az volt, hogy egy adott pontra stabilan mutasson az űrszonda, miután, tehát arról van szó, hogy ugye az űrszonda így halad, ott van az üstökös, oda az üstökösre mutasson rá, így ilyen pályán halad, tehát mindig korrigálni kell az attitűdjét, hogy pontosan az üstökösre mutasson a kamera. Ugyebár? És a jó céltartás érdekében, tehát úgy kell vezérelni ezt az összes manővert, meg az attitűdkontrollt, hogy pontos oda. Tehát, és a kép maradjon a középpontban. De a kép nem marad a középpontban, hanem kimegy a középpontból. Ebből látszik, hogy akkor még talán nem minden szempontból tudták annyira nagyon jól képben tartani a pálya mozgásokat, meg az orbit kontrollt. Ugyebár. Na most, hogyha egy ilyen a lander lelövésénél előáll, hát akkor az kellemetlen lesz, mert akkor
hát nem oda lövik le, hanem amoda, vagy mit tudom én, vagy szóval csak itt lehet látni, érdekességképpen megmutatom ezt a videót. Látszik, hogy ott megy ki a látómezőből. Ez most még egyszer meg van ismételve. Ezekről te is mutattál a felvételeket, talán valami szapsotot, vagy távolabbit. Jó. Atya világ, hova tűnt az a szoftver, amit én oda... Ja, ezt akartam mutatni egy... Erről a szoftverről, vagy túlról, amiről az előbb beszéltem. Hát kicsit ez a gép sajnos lassú, de azért nagyjából lehet itt látni, hogy, hogy miről van szó. Itt különböző leszállási bázisok vannak szimulálva, tehát onnan jön most az űrszonda, ott lelövi és oda leszáll a lander, talán felismerhető. Miután leszállt a lender, az egy körpályán fog, ott az üstökösön belül felveszi az üstökös mozgását, és mivel az üstökös is körmozgást végez, egy körpályán fog mozogni. Tehát ez egy lehetséges leszállási művelet. Vannak itt még másfajták is, egy pár előkészített dolog. Például ez. Egy másik helyre száll le. Máshonnan indul, máshova száll le. Ja, még egy dolog. Itt most lehet látni, hogy fontos, hogy miután leszállt az üstökösre a lender, a rádió kapcsolat tartható legyen, minél sűrűbb legyen a rádió kapcsolat vele. Na most, hogyha ledobják egy helyre, mondjuk oda, ugyebár, akkor, hogyha az űrszonda menne tovább a saját pályáján, az egy valamilyen elliptikus pálya lenne, teljesen kimenne a látómezőből. Ezért valószínűleg, illetve biztosan az fog történni, hogy miután lelövik a lendert az űrszondáról, az űrszonda kicsit később csinál egy manővert, hát itt van az üstökös, itt ledobja, és csinál egy manővert, amivel egy ilyen, tudom, ég, vagy egy ilyen nyíl alakú pályán eltávolodik. Tehát nagyjából körülbelül mindig szög, ugyanabban a szög pozícióban marad, de távolodik az üstököstől, és ez fogja valószínűleg biztosítani azt, hogy a rádió kapcsolat viszonylag gyakran felvehető. Tehát nem kezd mögé menni, meg nem tudom, hanem egy megfelelő manőver. Itt tényleg pár méter per szekundum, vagy pár tíz centiméter per szekundum, fél méter per szekundumos dolgokról van szó. Tehát ez nem kerül túl sok, nagyon sok üzemanyagba ezeknek a manővereknek a végrehajtása. Még egy, mit tudom én, mutathatunk még másfajtát is, máshonnan indul. Itt van egy érdekes dolog. Oda. Szóval itt lehet számolni, meg szimulálni dolgokat. Mit tudom én, sok minden paramétert lehet mozgatni. Tudom én, hogyha megnöveljük a közvetlenül számolja a pályát, látod? Itt most megnöveltem a, mit is növeltem? Meg a kezdeti sebességét az űrszondának. A kilövési sebességet növeltem itt most meg. A kilövés időpontját változtatom most itt. Az űrszondának az attitűdjét változtatom. Bocsánat, hogy lehessen látni, hogy mi az, hogy űrszonda attitűdje. Itt visszahozom. Tehát itt lehet jórakozni, még játszogatni ezzel a dologgal.
megszimulálni dolgokat. Nagyon érdekes, én nagyon élvezem. Ezek, amelyek itten előre be vannak programozva ebben a túlban, ez nem az, ami majd lesz. Itt ez csak demonstrációs célokkal készült. De hogyha esetleg összeszedem magam, valószínű nem fogom összeszedni magam. Ők másfajta koordinátorrendszerben dolgoznak. Abból a koordinátorrendszerből, ha akarom, átvehetem éppenséggel ide. Sok értelmét nem látom, de van ez. És a másik, amiről említettem, pedig ez a nappája helyreállítás, az körülbelül itt ez a dolog. És hogyha a nappája előállt, most itt még nem megy. Ugye akkor itt lehet mindenféle paramétereket változtatni, itt is. Itt tudom én, lehet mozgatni, hogy hol legyenek a forgástengelyek, hogy hol legyen, hova szállt le az üstökös, sön, meg ilyesmi. És akkor lehet látni a Solar Power Profile-t, hogy hogy néz ki. Nappal, meg éjszaka. Szóval ilyen dolgokat lehet ezzel szimulálni. Hát köszönöm szépen, én nagyjából ezt szerettem volna. Van akár milyen kérdés. Szépen. Jó, hogy közvetlen közelről, hogy legjobb forrásból hallani az ilyen információkat. Kérdéseket lehetne most föltenni, kinek van kérdése? Igen? Valahonnan le lehet ezt tölteni, ezt a szoftverbe lehet tölteni. Ja, Pali az célzottan. Szerintem ez rajta van egy KFK-i honlapon, esetleg akárki, hogyha érdeklődik, annak meg tudom adni, mint Java applet elérhető mondjuk ez a szoftver. De én szeretek játszani. Van egy androidos verziója is ennek a szoftvernek. Nem tudom ki, hogyha tudja valaki, mi az az androidos verzió, el lehet indítani, le lehet tölteni a marketről. Tényleg, le lehet tölteni a marketről. Valaki felmegy. Ilyen a bejelentkező. Kicsit várt ezt a... Töltsétek le, mert belenéztem a múltkor, egy letöltés van eddig, az én voltam. Kérek mindenkit, hogy mennyien vagyunk itt, elérjek legalább 20-at. Az már nagy siker lenne. Gondoltam, hogy letölti egy-két középiskolai tanár, tehát eddig még nem. Ez egyébként nem így van, mert hogy a régebbi verzióból van neki 1805, ezt én elmondom. Nem, a régebbiből már 5000 verzió. És akkor itt látható, egy ilyen telefonon is működik. Itt is lehet leállítani ezeket a paramétereket, meg ilyeneket. Egy ilyen telefonon, de tableten ez jobban használható, mert ott nagyobb a felület, meg jobban állít. Itt egy kicsit körülményes állítani a dolgok. Ez meg a... Tehát ez a leszállás, hogyha valaki, nem tudom, látjátok-e. Ez pedig az on-comet fázis, amikor már ott lajta van, és hogy néz ki a nappája. Ez igazán, ez is 3D, hát ott itt lehet fordítani. Jó, ez csak játék, nem kell komolyan venni. Nehogy tegye valamilyen publikációjában. Tehát a jelenlegi konfigurációban az látszik, hogy tényleg állati nehéz ez a landoltatás, mert 7 óra az út, és 12 óra körül van az üstökösnek a tengelyfogása, tehát épp a másik oldalára kell majd valahogy úgy beletrafálni, tehát a kioldás vagy a kilökés pillanata az nagyon-nagyon fontos. Igen. Tehát van-e olyan égi mechanikai trajektória körülött, amikor ő nem kéthetes keringéssel megy, hanem mondjuk mint ahogy a geostacionárius műholdak itt nálunk, tehát hogy úgy szépen fölveszi azt a szögsebességet mondjuk a repülőegység, és akkor az üstökös felül ugye állónak látszik, és onnan kísérli meg a rászállást. Ahhoz annyira... Jó, mondja. De ahhoz annyira közel kéne menni, igen. Hogy az meg nem szabad. Nem is tudom, hogyha
pár száz méterre lehet, lehet, hogy akkor sem érne el ezt a sebességet, ami ehhez kell. Mert nagyon kicsi a tömeg a listetesnek, és ha nehezebb volna, akkor gyorsabban kérdezik. De ez nem annyira fontos szempont szerintem. Ez számolható, mert kézbe tartható ez a dolog. Tehát nem az lesz, hogy felvesz egy ritmust és onnan kilövi, hanem lesz egy flyby fázis, vagy egy megközelítési fázis, hogy oda repül valahova, és úgy oda leérje meg egyebek. De most már, hogy mennyire távol vagyunk már attól az 5 kilométerről, amiben én még 10 évvel ezelőtt számoltam, hát 22,5 kilométerről tervezik most kilőni. Én nem is tudom, hogy képzelik, tehát mit tudom én, hát remélem, jó, nem rontják el, szóval. Tehát a kilövés pillanatát az jóval előbb már be lesz programozó, ugye? Persze, itt mindennek nagyon pontosan meg kell, tehát mondom, szerintem abból indultak ki, hogy igen, mindent nagyon pontosan, tehát percre pontosan. Mert ugye, amikor kilövik, tehát itt gyakorlatilag arról van szó, hogy itt egy mozgó-forgó célpontra kell lőni, és arra pedig pontosan, tehát... Kérdés, hogy igen, többletes előretartás van. Van egy szoftverszimulátor, mert ugye a két hely között van most éppen 27 fényperc. Az azt jelenti, hogy hát ugye több mint 50 perc az ide-oda út, és akkor azt próbálják ugye szimulálni, hogy párhuzamosan lent egy földi számítógéprendszeren azt számítják, ahol őnek ilyen kellene éppen ugye lennie, és akkor ezt állandóan visszakorrigálják. És akkor van egy célállapot, amire gyorsan előre mennek, és onnan számolják visszafelé azt a helyet, hogy hova kell eljutatni előtte az űrszondát, amikorra pontosan arra a helyre kell neki leszállnia. Nem tudom, hogy mennyire tudtam jól előre mondani. Tehát van egy hosszú előreszámolás, van egy cél végső hely. A cél végső helyről könnyebb visszafele számolni az indítást, mint hogyha onnan száll a fölfelé, és akkor utána ezt a két pozíciót össze kell rakni. De mivel van 57 perc ide-oda, akár mennyi üzemanyag nincsen, tehát ezt jóval előre, hetekkel előre kiszámolják, és tulajdonképpen ezek össze vannak, hogy mondjam, olyan néhány méteres távolsággal kötve egymással a szoftver szimulációs pozíció és a valódi helyi pozíció. Ugrabúrálásra nem nagyon van lehetőség, ezt itt elállt éppen a karcsia levélőkkel beszélgetős. Hogy egy kérdés, igen? A lassításnál, hogy háromszög alakú a lassítás, az nem kerek, az hogy jön ki? Hát itt ma már kerek. Itt arról, az lehetne akármilyen, ők úgy határoztak, hogy ezeket a, tehát itt jön be egy távoli mezőbe, mit tudom én, 100 000 kilométerre. Ott még olyan pici a gravitáció, még nem jelentős. Viszonylag kis manőverekkel, vagy kis fröccsökkel, ilyen sebességfröccsökkel, hát a pályát könnyen módosíthatják. De különösen, hogyha beérnek még közelebb, és lelassítanak is a relatív sebesség. Tehát ez egy adhok dolog, ez lehetne más, hogy ez lehetne ott kör alakú, vagy hol, de hogyha ott egy ilyen manővert csinálnak, ugye, akkor hát ez fog kiadódni. Akkor még nem olyan erős a gravitációs mező, hogy az átmenne egy ilyen kör vagy elliptikus pályába az orbitába. Ugye? És akkor elérnek valahova, de nem akarnak nagyon messzire elszakadni attól az üstököstől. Akkor ott egy kicsit visszajönnek, korrigálnak. Akkor jönnek ebbe az irányba, abba az irányba, még közelebb jönnek így. Tehát ez igazából nincsen be semmi törvényszerű, vagy szabályszerű, ez adhok dolog. Valaki úgy döntött el, hogy éppen ilyen pályát fog beperülni. Hát például a pályadinamikusból jön a tárgyat. Az ilyen dinamikai számításokból jön ki, hogy ott gyakorlatilag, ha az energetikailag a legkedvezőbb, tehát ugye a legkisebb üzemanyagban lehetett korrigálni. De hát ezek külön-külön csoportok, akik ebben foglalkoznak. Még a gázkiáramlás az azon a hőmérsékleten lehet szilárd,
folyékony és gázbuli. Az sem mindegy, nem a sebességnél, hogy milyen anyagkal találkozik. A gáz kiállítás szívvel. Gyakorlatilag szublimációról van szó, mert hogy nincsen igazi légkör. Attól folyékony nálunk a víz, hogy van egy nyomás, amely a szivárfázis és a tehát ugye gáznemű fázis között egy olyan összepréselt állapotba tartja például a vizet, ahol általános oldószerként is, tehát ugye folyékony állapotban marad. Ez légnyomás, illetve bármiféle nyomás vagy felületi feszültség nélkül nem lehetséges. Alapvetően idáig azt mondták, hogy közvetlenül gázállapotba kerül, de az mindenféle dolog össze van tapadva, kohéziós, meg adhéziós erő. A por részecskére, ami a kozmikus elemgyakoriság miatt legjobban hasonlít például egy földre is beérkező, tehát ugye meteoritnak az anyagára, főleg ezek a legkülső rétegek, amilyen diaregolita be van fedve. És ezekre rá tapad felületi feszültséggel. Voltak erre különböző ilyen szimulációk, vákumkamrákban, meg egyéb ilyen helyeken. Egészen konkrétan ugye ott volt a Hold is, de üstökösön még senki nem volt. Tehát ezeket nagyon akar... Egyébként az az érdekes, hogy akiknek eredetileg semmi közük ehhez a programhoz, vannak ilyen nagy amerikai konferenciák, például a Lunar Planetary Science Conference, ahol emberek, alapvetően planetológusok, meteoritikusok, üstökössel foglalkozók írnak cikkeket. Nem veszik be őket ezekbe a programba, vagy nem biztos, hogy egyből beveszik őket, de jól hivatkozott, befogadott cikkeket írnak erről, és aztán utána azt végül is mindenki fel tudja használni. Így megy előre a tudomány. De azért vannak ezek a mérések, mert még senki nem volt ilyen. Akadémiai Zoli. Két kérdésem is van. Az egyik, hogy miért jó ez a 7 óra? Nem, abszolút. Nem foglalkozom. Nekem nem jó a 7 óra. Azért, mert a tudományos grémium ezt a két lemezük szájtó választotta, ugye? A végső döntésben, a jég, meg a nem tudom. És ehhez, hogy ezt elérjék, az ő megítélésük szerint, hogy mindenféle úgynevezett konszenzet, tehát mindent betartsanak, ami megengedhető, egyáltalán megengedhető, tehát az orbiternek az orientációja, pálya, meg a kigőzölés, meg a malomáriát, még nem tudom mi. Tehát ennek az eléréséhez egyszerűen mennyi idő kell. Hogyha azokat a konszenzusokat, meg megkötéseket lazítaná az ember, ugye, hogy hát az orbiter állhat amúgy is, nem szükséges, hogy ilyen előfeltétel vagy peremfeltétel álljon. Vagy közelebb is mehet, megengedhetjük, hogy ne csak 20 kilométerre, mert mehessen 10 kilométerre, vagy úgy tudom, hogy mehessen 5-re, akármi, hát akkor más jön neki. De volt valamilyen technikai téma, amelyeket ezeket fellistázta, hogy milyen megkötések vannak, és hogyha azt mondanák, hogy mi 3 órát akarunk, vagy 2 órát akarunk, akkor egy pár követelmény meg lett volna sértve, és technikailag nem teljesíthető. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, meg hosszú vita volt azon, hogy a kilövő mechanizmus, két kilövő mechanizmus van, van egy primary, tehát a main, meg egy backup, egy tartalmi. Az elsődleges, az a kilövési sebesség változtatható 0 és 0,5 méter per szekundum között szabadon, paraméterrel beállítható. A backup, a tartalék, az egy passzív rugós szerkezet, egyszerű mechanikai rugós szerkezet, valamilyen egyszerű mechanikai szabályozóval, ami konstans 0,18 méter per szekundum sebességet biztosít, kilövési sebesség. Na most, sokáig volt vita azon, hogy most milyen stratégiát válaszunk, ami robusztus, meg fail-safe, tehát hibabiztos. Mert a nagyobb kilövési sebesség az előnyösebb lenne, gyorsabb leszállás, nagyobb, távabb lehetőség a palettán, hogy ide szálljunk, vagy oda szálljunk, nem tudom én micsoda. Az előnyösebb lenne, viszont ott van a backup, amelyik
például ilyen 7 órás leszállási időköz vezetne, mert túl kicsi az a kilövési sebesség. És hogy hát most mi legyen, mert hogy mi az, ami hiba biztos vagy félszép. Tehát a félszép az, hogyha mind a kettő azonos. Tehát hogyha tönkre megy, vagy nem funkcionál a primary, elsődleges, akkor érvénybe lép ez a backup, ugye, erőszakosan lelövi magáról a lenderről. Tehát hogyha ez a két lelökési sebesség azonos, az a félszép. Mert nem lehet megtudni, nem garantáltan, nem lehet 100%-osan mondani, hogy az elsődleges működni fog. Ugye? És akkor itt megint összeütköznek az érvek, meg az érdekek, meg a nem tudom én micsoda, és akkor ez egy folyamat, amelyekben vannak hangadók, vannak véleményvezérek, vannak akik kevésbé véleményvezérekre értnek, tehát egy ilyen, akármilyen diskurzus folyamatában kialakul egy álláspont, és akkor végül győzött az az álláspont, hogy tényleg legyen félszép, és akkor 0,18 méter per szekundummal lőjük. És azokhoz például ilyen óvnak lesz, hogy sebesség tartozik, két óra alkalmas. Ez volt a másik két kérdésed? Az első kérdésnek számítom, a másik az, hogy számotokra a Holda programban szerzett tapasztalatok, hol sikerült-e valamit felhasználni a vezetőnek? Hát technikailag mindenképpen, mert mondjuk én már akkor is itt voltam a Vega programban is részt vettem, de a tudományi szempontból nem akarok nyilatkozni, de technikai szempontból mindenképpen sikerült egyszer. A csapat összeállt, a tapasztalat, hogy kell felirteti számítógépet, bár az egy más dolog volt, mert az egy konkrét műszer volt, ha úgy tetszik, egy műszer. Itt meg egy komplett űrszondának a felirteti számítógépet szolgáló rendszer. Tehát a bonyolultsági, nem akarom most tényleg összehasonlítani kettőt, mert az is nagyon szép dolog volt, meg ez is négy dolog, dolog. Tehát ez egy komplett dolog, és főleg a felelősség, meg benne a dolog. Tehát ez itt primér felelősség van rajtunk. Hát itt sok országnak, rengeteg kutatóintézet, rengeteg ember dolgozott 10-20 éven keresztül ezen a projekten. Hát most megyetem a műszer, mint azt fog engem. Optimista vagy, vagy mondjam? Mennyire vagy optimista? Volt itt szó arról, hogy van egy ilyen kis fúrószerű valami a landoláskor, és így hirtelen az jutott eszembe, hogy az előbb horgony, az előbb pont említettet, hogy nem ismerjük a felületeket, meg nem tudunk semmit. Ez teljesen olyan, mint egy búvárnak, hogyha néz az ember egy ilyen filmet, egy ilyen szigonyos pusztában, lemegy és lelője a cápát, egy macagó kiszáll egy horgony. Amikor így mondtad, egyből az jutott eszembe, hogy olyan klasszul ellöki magát vele, hogy ha épp egy keményebb felületet talál el, hogy ennek nincs meg a veszélyes, csak de ezért benne merült. Van egy másik, egy úgynevezett Active Descent System, úgy hívják le, hogy Active Descent System az, ez egy visszafelé létező raport, egy patron. Tehát, hogyha visszapattan, az talajtér visszapattan, akkor van egy fölfelé lövő rakétácska, fúvócska, ami újból visszanyomja a lendert, az üstökös felé. Igen, mert pont ez volt ugye, hogy inkább az a félelem, hogy visszapattan, igen. És ezért kell ez a fúró, vagy horgony, sokat. Előbb lövi ki a horgonyt, ja, és amíg nem, mert tehát az az impulzus bele van számítva, az gyakorlatilag jó is, mert fékezik ki. És utána már az az önálló tehetetlenségével megy, és hát ott ugye van egy madzag, amelyik utána visszacsillődik, plusz ez a patron. Az a nagyon érdekes, hogy mai technológiai szemmel egészen másképpre készítenék ezt. Itt azért kellett ennyit úgymond agyalni az elmúlt 10 évben, hogy egy akkori technikai, technológiai állapotnak létrehozott akkori ismeretek alapján elképzelt leszállást, utána volt hosszú ideig főni az emberek agyában annak, hogy mit kell csinálni, illetve utána olyan számítástechnikai eszközök lettek, hogy akkor egy szobai számítógép kellett mondjuk hozzá, na jó, akkor már nem, de mondjuk a 70-es, 80-as években, aminek a flight dinamikáját mind a mai napig használják,
Ma meg elővette az okostelefonját, és ott van az eszközök. Tehát itt az az ellentmondás, hogy egészen más leszálló egységet lehetne mai ésszel és mai technológiával tervezni és létrehozni, és hát ebben végül is dolgozunk is. Tehát. És, bocsánat, ez lenne még egy kérdésem, hogy van esetleg szó egy következő hasonló? Mindig van szó róla, szó mindig van. Milyen komolyságot? Van, az azt jelenti, hogy az ember alapvetően háborúzni szeret és fogyasztani szeret. A tudomány az nem olyan bonyolult, de annyit kell tudni, hogy ez az egész igazából miért megyünk oda? Azért, hogy az eredetünkről tudjunk valamit. Mert akkor, amikor ugye a naprendszer kialakult, üstökös tehát egy remittendő anyag, amelyik nem állt össze bolygókká, hanem a távoli naprendszeren kívüli részből beperturbálódott többszörös ilyen gravitációs önálló hintaműverekkel, tehát ilyen véletlen alapján. Ez egy nem túl régen bent tartózkodó üstökös, ezért a nagyjából őrzi a kinti távoli állapotát, annak ellenére hát igen érdekes az alakja, és ebből lehetne azt megtudni, hogy honnan jövünk. Lehetnek-e már benne aminósavak, tehát ott jégben, vagy olyan ilyen felületi feszültségi vizekben esetleg aminósavak, tehát igazából mi is erre vagyunk kíváncsiak. Te biztos, hogy kacsalnak a most. Kacsalnak. Vagy inkább bocskor. Én azt szeretném kérdezni, hogy ugye van a Lemberben ez a tudtam pontosan a nevét, ami tartja az orientációját. És hogy flywheel-en. És hogy azt az orientációt tartja, amivel lekapcsolódott az orbiterről. Igen. És hogy akkor miért nem nézik a kamerával a felszínt, és ahhoz igazítják az orientációt, hogy... Mert nincs benne, igen, de szóval erre nem lett felkészítve a rendszer, tehát nincsenek benne ilyen szenzorok, nincs közvetlen kapcsolat a kamera meg a fedélzeti számítógép között, nincs képfeldolgozó szoftver ebben, nem is lehetne elhaltani. És mondjuk ebben a szoftver 80 kilobájt mindenestül, manapság, hát mit az annyiban? Egy e-mail, vagy nincs képfeldolgozó, nincs képfeldolgozó szoftver, és nincs vissza, tehát ez az irányú kapcsolat sem biztosított, hogy feldolgozza az adatokat, meg a másik irányú biztosító sem biztosító, hogy legyen olyan aktuátor, tehát olyan búvókák, amelyek finoman szabályozhatók, és azzal az attitűd változtatható. Tehát nincs sajnos ilyen a rendszerben. Ez egy teljesen használ. Mert akkor még se pénz, se energia nem volt arra, hogy az akkori nagyobb méretű eszközökkel... Nem, az ehhez több energiás kell nyilván, de rokosabb legyen. Tehát alapvetően az energiáról volt szó, hogy egyáltalán eljutni egy ilyen üstökösig. Hát mégis az Európa legnagyobb rakétáját használták hozzá, ami akkor egyáltalán Európa rendelkezésre állt, ez az Ariane csomó mint amivel. Na, akkor az Aksi is az Európa gondolom. Igen, Oli, igen. Az eredeti üstökös a listán adott volna egy problémáját? Nem tudjuk. Nem tudom, a probléma merült fel azzal kapcsolatban, amikor a Virtanen kikerült a képből, hogy az kisebb volt, így nyilvánvalóan kisebb gravitációs erővel, hatással a Churyumov-Uranus-Zhukovhoz képest. Az tehát a legkomolyabb probléma az volt, hogy nagyobb becsapódási sebességre lehet számítani, hogy a landing gear, tehát a lábai, azok egyáltalán elbírják-e azt a megnövekedett becsapódási sebességet. Tehát alapvetően ezt kellett megvizsgálni. Ez volt a nagy kérdés. És miután azt mondták, hogy igen, jó, elbírja, akkor úgy döntöttek, hogy akkor legyen egy Churyumov keresztül. Na, még esetleg valami? Mindenki nagyon optimista lett az adás végére szerintem. Kivéve engem. Hanem akkor még egyszer köszönjük szépen az előadást, főleg ezekkel a személyek betekintésekkel együtt. Hát azért mi reménykedjünk, én javaslom azt továbbra is.
persze. A más nem marad. És akkor látod, amikor apát is nem beszél szintén, hogy ott a vonatkozás. Úgy pedig nagyon tartom a technikai vezér. Ennek a résznek az ám, és leginkább a